Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki vállalta, hogy a múltkori után eljön, de hát mivel szabad egyetem, azért én élek a gyanúperrel, hogy a kötelező tananyagot nem mindenki olvassa el. És nem fenyegetőzni akarok, de előbb-utóbb vizsgáztatás lesz. Tehát Attila témakörben a következő könyvek elolvasása kötelező. Tehát ha szabad egyetem, akkor az azt jelenti, hogy nem előadáson tárgyaljuk a gondolatainkat, hanem aktív résztvevőként a tudásvágytól vezérelve utána járunk dolgoknak. A könyvek elolvasására határidőt nem szabunk, de azért mégis keretek közé kell tenni. Én úgy gondoltam, hogy 2 hét. De átmehet a következő év első 2 hétig, tehát ez tényleg lehet neki néhány hónapot szentelni. Tehát az első mű akkor így hangzik, hogy Szász Béla, a hunok története, Attila nagykirály, 1994 reprint kiadás, tehát ez régebben jelent meg, 1994-ben újra megjelent Szabadtér könyvkiadó Bakai Kornél jegyzeteivel, kiegészítő tanulmányaival. A könyv az kiváló, másfelől viszont, ha valaki elolvassa, akkor azon ne csodálkozzon, hogy ő azt olvasta ott, amit máshogy hallott itt. Felnőtt emberek vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy ha egy fát körbe járunk, nem mindenki ugyanazokat a faleveleket fogja észrevenni rajta, és a kérdés, mit nem lehet ebben megérteni. Tehát miért azt várjuk állandóan, hogy amit valahol hallottunk, azt a következő helyen visszamondják nekünk. Állítólag felnőtt emberek vagyunk, ez azt jelenti, hogy a nemzet nem úgy válik egy testé és egy lélegző minőségé, hogy mindenki ugyanazt szajkozza. Mindenkinek meg lehet a saját véleménye, ha van tengelye. Jelen pillanatban tengely nincs, vélemények idióta áradása pedig van. Tehát nem a sokszínűséggel van a probléma, mert az szükségeltetik, hanem jaj annak a sokszínűségnek, ahol nincsen világos tengely. Mert az káoszba fog vezetni. És jelen pillanatban ez van. Mindenki jobban tud, mindenki mondja a maga szövegeit, és gyakorlatilag hiányzik a tengely, hiányzik a teteje, a közepe és a mélye az ügynek. Nincsenek alapok. Tehát Szász Béla például arról nevezetes, hogy egyszer nem érti meg a mondai hagyománynak a lényegét. És olyan mondatokat enged meg magának, pedig nagyon szép fejezet, hát egy hosszú fejezet. Érdekes módon Bakai Kornél pont oda mindössze egy 3 oldalas kis kiegészítőt írt, de az is jelentéktelen. Tehát, hogy érthető legyen, a mondai hagyaték, az nem mindig megy át a hivatalos történetírás szűrőjén. Egyszerűen nem érzékelik, hogy az mitől lényeges. És hiába a jó szándék, a mondai hagyomány az mondai hagyomány. És egy történész ne keresse a történelmet nyomon a mondai hagyományban. Mint hogy egy történész mondjuk szentek legendájával ne keresse nyomon a történelmet. Miért? Az egyik az legenda, tehát ez azt jelenti, hogy egy szentségnek a sűrítménye, a másik pedig egy mondai hagyomány, a nép lelkében élő esszencia. És a történelem ad okot mondjuk egy szent legendájára, ad okot a mondai hagyományra, de a mondai hagyomány eleve fentről származik, a szent életében eleve fentről jön a vezéreltség. Tehát Szász Béla, ezt azért jelzem, meg kiváló a könyv, de ha itt olyan mondatok hangoznak el, ami ott máshogy van, felnőtt emberek vagyunk. Tehát ez egyszerűen az ember nem érti, hogy mit nem lehet ezekbe a dolgokba megérteni. Hát most képzeljük el, magyar költészetben mindenki ugyanazokat a verseket írná meg, mint Ady Endre vagy József Attila. Hát attól van magyar költészet, hogy ugyanabból a lelkületből remek művek születnek. És van ilyen vers is, és van olyan vers is. A kérdés, hogy hiteles vagy nem hiteles. Tehát itt a kérdés mindig így hangzik el. Van-e tengelye a létünknek, létezésünknek, vagy nincsen? Ha van tengelye, akkor rendezetten a sokszínűség az megengedhető. Ha nincsen, akkor az a sok vélemény a káoszt fogja dagasztani.
Tehát azért itt nem szabjuk messzire a dolgokat. Hát múltkor is elhangzott, hogy Nimrodnak lehet-e a felesége Tündér Ilona, tőlem a nagyanyja is lehet, hogy értető legyen. Tehát, hogy most nem megbántani akarok, meg számon kérni, meg jelezni, nem ez lesz a kérdés. Hát a krónikák elmondják, mondai hagyomány, Ennének hívják, Nimrodnak a felesége a nő, a női minőség. Ilona a magyar névadásban az élőnőt, a jóanyát, a lányt, tehát hangalaki úton gyakorlatilag a női minőséget jelenti. De Nimrod nem attól lesz nagy, hogy én azt mondom, hogy Tündér Ilona a felesége. És azért gondoljuk ezeket végig. Tehát nem attól leszünk nagyok, hogy azt mondjuk, hogy a Szíriuszról jöttünk tegnap előtt. És akkor mi van? Akkor próbálj itt rendet teremteni. Tehát ha nincs alap, értsük meg, teljesen mindegy, hogy Tündér Ilonának nevezzünk valakit, teljesen mindegy, hogy Lucifer Dórának hívunk valakit, huszadrangú ki, ez a Szabó családnak a szintje. Nem tudom, hogy ki emlékszik gyerekkorában, én emlékszem, hogy már gyerekként is a 26 ezredik résznél tartottunk. De hogy miről szólt, azt senki nem tudja. Tehát a középszerű, sekélyes életvitel és a megalkuvás tipikus, jellegzetes családtörténete volt. Hát nem véletlenül nyomatták éjjel, nyár, télen, nyáron, évtizedeken keresztül. És csüngtek rajta. Azért egy észjárásnak a méltóságát vissza kellene adni. Tehát próbáljunk esszencia szinten tömöríteni, röviden, ne egyből ugorjunk föl, mert nagyot fogunk visszaesni. Tehát néhány alapvető dolgot illene tudni. Ha az megvan, akkor már jöhet Tündér Ilona hollóképében, hattyúképében. Na de ha Nimrod a férje, akkor Árgyélus királyfi mit csinál? Tehát hogy mondjam csak? Tehát nincs ezzel semmi probléma, csak mégiscsak. Más. Tehát, hogy mondjam, nem ebbe a vonulatba tartozik bele. Ugyanakkor következő könyv, Csillag esik földreng, Attila színművek, Főnix könyvek 36. darabja volt, Debrecen 2002, szerkesztő Papp Gábor. Na most ebben egy olyan Attila színmű is megjelent, amit 1853-ban írt Hegedűs Lajos. Na most ennek a kötetnek az az egyik nagy erénye, hogy ez a Hegedűs Lajos dráma, ez itt jelent meg először. Máshol ez művelődés történeti, hogy úgy mondjam, aranyalma lenne az aranyalmafa legmagasabb ágán, itt meg nem méltóztatnak róla tudni. Miért? Mert nem mondta be a tévé és a rádió. Meg piros-fehér-zöld szózuhatakban nem hallottunk a szomszédnak szavát értekezni erről. Megjelent egy másik is, egyébként ugyanez a kategória, Nemeskürti István, 5 színmű válogatásában. Hát ez úgy 15 évvel ezelőtt, hogyha emlékezetem nem csal. És ezeknek mi az értelmük és lényegük? Az, hogy itt is a társaság egy része, ha bevallja, ha nem vallja, mert én nem fogok pedellusként pálcával végigjárni és körmösöket osztogatni Koppány István ügyében. De azért milyen egyszerűbb azt mondani, hogy Szent István kiirtotta. Ehhez képest a magyar irodalom még 1960-as években is H. Gyula, ha jól emlékszem, 62-ben írta azt a drámát, aminek az a cím, hogy Attila éjszakái. Akkor mit írtott ki Szent István? Mi hűltünk el már engedelmet kérek. De valami olyan fokon, hogy az információ özön világába fuldokolni van időnk, ugyanakkor pedig a fénymagokat a sok információból kihalászni, ezek lennének a tények, elfelejtjük. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Szent István kiírtott. Akkor a kérdés így hangzik. Mik a magyar irodalomban ezek a színű? 20. század. Tetszett egyet olvasni belőle? Hát majd akkor tessék szövegelni. Na most az egyik, ez a Nemeskürti összeállításban szerepel. A szerző az Bánfi Miklós. Na most Bánfi Miklósról azért tudni kell, hogy polihisztor, költőnek, írónak, festőművésznek, tehát Papp Gábor nyilatkozta egyszer róla, hogy
Néha, amikor egy Bánffy Miklós festmény feltűnik, akkor azon kell elcsodálkozni, hogy miért nincs ez a festészet élvonalában, miért nem tudunk róla. Most a Bonchidai kastélyát II. Világháború végén először a németek fosztották ki, utána a szovjet alakulatok, hát utána pedig a környék, hát nyilván nem magyar érintettség révén. Tehát olyan mennyiségű érték és kincs gyűlt össze a Bonchidai kastélyba, hogyha majd egyet vissza akarunk szerezni, majd akkor szövegeljünk, hogy Szent István kiirtotta. Tehát folyamatosan pusztítják a múltunkat, itt mindenki vigyázva, szól a himnusz, mi a sláger, Eurovíziós dalfesztivál be lehet jutni, persze angolul kell énekelni, Szent István kiirtotta. És hajrá koppány! Most azért érezni kéne, hogy ez nagyon kevés. És a nagyon kevéshez képest is annyira sekélyes, hogy hát finoman is fogalmazva sekélyes. Na de! A következő, tehát itt végül is kettőt kaptunk, tehát a Nemeskürti könyvet is érdemes beszerezni, meg a Papp Gábor válogatást is, és hát ő nagyon magvas tanulmányokat is írt a kötethez. De visszatérve Bánffy Miklósra, hát nem tudom, hogy ki ismeri, vagy hallotta a nevét, hát ne nézzünk ilyen kétségbe esetten, magyar ember. Tehát magyar nemesi családból származik, csak még Vas Albert valami miatt hihetetlenül divatos lett, Bánffy Miklósról hihetetlenül a divat nem szól. Hát ugyanaz a marosvécsi erdélyi szépműves cél. Hát Bánffy Miklós a vezére. Na most minden esetre ő volt az, aki 1916-ban, december 30-án az utolsó magyar király koronázás, hogy úgy mondjam, szertartását megrendezte. Tehát erről a Bánffy Miklósról van szó. Aztán utána külügyminiszter lett, jó voltából, Trianon után nagyon sok mindent visszaszerzett, rövid időn belül le is váltották. Tehát, hogy érthető legyen. Most ez a Bánffy Miklós 1913-ban Nagyúr címmel drámát ír Attila királyról. Kérdés így hangzik, mai politikai életben vannak-e olyanok, hát akik, és az ember úgy megnézi, hogy 100 évvel ezelőtt tulajdonképpen kik voltak a hangadók, most jó értelemben. Mit tudtak saját népükről? Hát valamivel többet. Ugyanakkor pedig, hát a nehézség is nyilván meglehetősen nagy volt. De szaladok akkor a könyv kötelező tananyag vonatkozásában tovább. Papp Gábor Attila ébresztése, két hollós kiadó 2010. Hát ez úgynevezett csillagmitoszi keretek között tárgyalja Attila életpályáját, és ugyanakkor hát a szerző művészet történész, és van szeme is. Tehát ez azt jelenti, hogy a mellékletben, a kép mellékletben nagyon sok olyan, hogy úgy mondjam, művelődés történeti emléket publikál, amik mondjuk nem nagyon kerülnek be ilyen módon Attiláról szóló könyvekbe. Tehát ez azt jelenti, hogy például van egy olyan érem is, ami a 15. századból származik, Itáliában adták ki, 15. század Itália. Tehát 15. század. Ez azt jelenti, hogy ha a második felében verték ezt az érmet, akkor ez Mátyás királynak a kora. Miért érdekes? A második Attilának nevezi a közvéleményt maga idejében, tehát Mátyás királyt. És ha Mátyás napja van, hát akkor ezt megint külön kell hangsúlyozni. Nota bene az egyik oldalon Attiláról van, hát egy nem túl szívfakasztó és gondolatébresztő, tehát ez a torszkép, ami róla elterjedt, a másik oldalon viszont Aquilea van. Na most ez azért nagyon lényeges, mert aztán a 17.-18. században is jelenik meg mondjuk egy érem Itáliában ilyen felirattal, hogy Attila Aquilea lerombolója, Udine felépítője, ez nem is érem egyfajta metszetként jelenik meg. Nos, a metszeten, a képen Attila
inkább a jó királyt idézi meg, és nagyon érdekes, páncélos vértben van, hegyes korona van a fején, és itt ezen a tájékán pedig ott van egy túlsólyom. Most azért csak azért mondom, hogy érthető legyen, nem Szent Istvánnal van a probléma. 17.-18. század Itália. Tehát Aquilea lerombolója, Udine felépítője. Tehát még az itáliai, most így mondom, pozitív hagyomány is minimum Attilában egy pusztítva újra teremtő erőt sejt meg. Tehát valamit, ami idejét múlt, azt eltörli, viszont Udine azt meg fölépíti. Tehát nem csak pusztít, ha háborúba indul, hanem épít is. Azt mindenki tudja, hogy minden második itáliai ország, városba mutatják Attila király trónját. Tehát van Attila hagyomány. Aztán következő, tehát mű, még egy kis kiegészítés, hát ráadásul végigmegy olyan festményeken is, amit lépten nyomon lehet látni, ez a Nádasdy mauzóleum metszet sorozatának az egyik darabja, megint Nádasdy országbíró, hát ez a Veselényi pernek az egyik összeesküvési per egyik áldozata, lefejezték. Most erről kellene beszélni. Tehát azért gondolom, valamit oda kellene, mert nem Szent István írtja itt a magyarságot, hanem mi nem vesszük észre, hogy hány magyar halt meg Szent István után, akik a magyar szabadságot képviselték. És jaj ennek a slampos nemzedéknek, ha nem tud a szabadság szintjére visszaemelkedni. Hát ezt minden, hogy úgy mondjam, malac óvodába elmondják, olyanná válsz, amilyet röfögsz. Tehát, hogyha a nemzet állnan azt szövegel, hogy Szent István kiirtotta, olyanná fog válni. Hát miért nem lehet ezt megérteni? Ez valami felfoghatatlan egyébként. És annyira divatosan terjed, hát a táltosokat kiirtotta, hát az most azért mondom, mert minden nap jön valami jelzés az ország különböző pontjairól, amiket most elmondok. És mint a futótűz évek óta terjed. Senkinek nem jut eszébe, hogy egy bolond százat csinál. Olyan még nem volt, hogy egyből százat csinált volna abban a pillanatban maga körül. Tehát hogy lehetséges az, hogy az internet világában annyi pozitív dolog van fent az interneten? Miért nem az terjed? Miért állandóan a leépítő, megosztó, okoskodó, hát a többit hozzá lehet tenni? Szinte kijelgünk abban, hogy ne legyen semmink. Hát akkor előbb-utóbb ez lesz. Hogy is szerepel az evangéliumban? Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Pont. Kezdünk ebbe a helyzetbe kerülni. A sok-sok, hogy úgy mondjam, hullámzó érték, mert most felgyorsultak a dolgok, tehát ez azt jelenti, hogy többen foglalkozunk ilyen dolgokkal, nem fel vannak kavarva a dolgok, a mélyéig. Tehát sok minden áram. Ha kevesebben foglalkoznának, de összeállna egységé, abban a pillanatban lenne a nemzetnek tengelye. Nem a sokaság fog eldönteni kérdéseket, hanem hajlandóak vagyunk egybelátni a magyar múltat, vagy nem vagyunk hajlandók. De hát ezek viszonylag egyszerűen megérthető dolgok. Aztán Thierry Amadé, Attila mondák, Pest 1864, hát ebből majd idézni is fogok. Thierry Amadénak egyébként szobrot akartak állítani. Kolozsvári történész Szász Károly fordította le, reprintbe megjelent. Tehát nem így fogjuk megtalálni 1864, egy olyan 10-20 évvel ezelőtt minden második évben megjelent. Tehát érdemes utána járni, tehát Thierry Amadé, Attila mondák. Aztán van-e még valami? Hát van. Szörényi László. Nem Levente, Szörényi László. Most azért érdekes, hogy mind a két Szörényi érintett Attila ügyben. Hát az egyik egy rockoperával lepte meg a világot, a másik, mint irodalom történész, tehát Szörényi László, hunok és jezsuiták. Hunok és jezsuiták.
Tehát mihez tartás véget, én most mondom a refrént. Már én is unom egyébként. Tehát ahelyett, hogy arról rémálomnak tekintenénk, és felébrednénk abból a mákonyból, hogy Szent István kiirtotta, nem ártana tudni, hogy még a magyar jezsuiták Magyarországon, latin nyelven milyen Attillát dicsőítő költeményeket írtak. Hány magyar ember tudja ezt? Hát nincs a top listán rajta. Tehát piros, fehér, zöld, hogy úgy mondjam, euróvíziós nemzetközi szavazásoknál, hát nyilván nem szerepel a tétel. És hogyha csak egy ilyen művet elolvasunk, már legalább annyit megértünk, ha ez ki lett írtva, akkor hogy beszélnek róla, 1000 év csak Szent Istvántól, 1000 év eltelt, és hogy lett ilyen hatalmas a hagyománya. Megmondjam, hogy mit jelent az, hogy kiírtani? Ahogy az indián műveltségeket kiirtották. Hogy úgy toldozgatják, foltozgatják és rekonstruálgatják. Hát ez már talán elhangzott. Ha a szikszika indiánoknál, fekete lábúaknak egy törzse, nem magunk tapasztaltuk volna meg a rezervátumban, hogy mit jelent, amikor kiirtanak egy műveltséget, akkor az ember nem lenne ilyen bátor, ilyen határozottan kijelenteni dolgokat. Akkor az azt jelenti, hogy nem lenne népművészetünk például, nem lenne pásztorművészetünk például. És itt Dunapentelén nem lett volna Táltos utca például, és Diószegi Vilmos a 60-as években még nem tudott volna az itteni építkezésen proletár munkásoktól Táltos hagyományt gyűjteni. Miért? Mert Szent István kiirtotta. Egyszerű a dolog, nem? Nem beszélve a rovásírásról. Rovásírásos tanfolyamok, Gyula Vitéz télen-nyáron, pálosok rovásírást használtak, királyi alapítású szerzetesrend, Pomázon királyi gyűrűt találnak a Klisszadombon, királyi gyűrűt rovásírással, tehát Szent István kiirtotta a rovásírást. Most ahányan mondják, hogy a rovás pálcákat eltüzelte, hogy annyi feneket el lehetne verni rovás pálcával, hát bizony feladnák. Biztos, hogy feladnák. Nagyon nagy munka lenne. Meg még egy apróság, amit már megtárgyaltunk. Tudom, hogy divatos nézet, hogy Szent István összegyűjtötte a pálcákat és elégette. Könyörgöm, a tudás az a pálcában van, vagy a fejben van. Akkor hazamegyek és faragok egymásokat. Világos? Mit nem lehet ebben megérteni? Szóval a hülyeség az tényleg, mintha a gimnasztika órára járna naponta. Mi pedig testpedünk, elpuhulunk, ellustulunk, ilyen 3D-s virtuális világban pedig szó szerint ez a hajrá Magyarország, körülbelül ennyi. Hát ezzel nem lehet így sokra menni. Tehát továbbra Szörényi László hunok és jezsuiták fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből 1993, ezt azért érdemes megjegyezni, ez nehezebb olvasmányon, eleve jezsuiták írják. De meghökkentő az, hogy milyen szinten él még Attila király. És nem kereszténység ellenében. És a jezsuitákról egy második Rákóczi Ferenc lelkendezve nem tudott beszámolni. Tehát, hogy érthető legyen valami. Hatalmas hagyaték van. Vallásos vagy, katolikus vagy, ott van a jezsuita vonal. Attilát tűzi az zászlajára? Hát akkor miért éppen le Attilát? Hát a himnuszban is szerepel, általad nyert szép hazád, bendegúznak vére. Akár elfogadja valaki, akár nem, bendegúz Attilának volt az édesapja. Tehát még egyszer nekilódulok, hogy érthető legyen. Magyar himnusz, Kölcsey Ferenc, ma is éneklik, szavalják. A himnusznak van napja az esztendő körén belül. Ha egy minden magyar csak annyit tudna a magyarságról úgy alapjaiban, ami a himnuszban szerepel, állítom nem lenne káosz. Miért? Mert alap. És Kölcsey sem Géza fejedelem kortársa volt. Tehát általad nyert szép hazád, bendegúznak vére. Aztán mi az, ami még felidézhető, hát van még egy mű, ezt is ajánlani fogom, csak azért is, Olá Miklós, na ki ez az Olá Miklós? Ne ijedjünk meg, Olá.
Nomen est omen. És akkor mi van? Hát büszkén vállalja. Miért? Mert apai ágon havasalföldi olá fejedelmi családból származott. Anyai ágon pedig olyan családból, ő anyai ágon, ami állítólag a hunyadiakkal rokonságban volt. Milyen érdekes? Olá Miklós esztergomi érsek apai ágon valóban egy olyan fejedelmi családból származott. Az apja vagy nagyapja, most engedtessék meg, hogy mindenki járjon. Utána elvett egy olyan magyar nemes asszonyt, vagy lányt, hát aki a hunyadi rokonságba tartozott. Soha Olá Miklós nem mondja, hogy Mátyás király havasalföldi származású volt. Meg nyugodtan mondhatna, gyerekek, onnan jöttem, ahonnan nagy királyotok. Na ő az az érsek, esztergomi érsek, aki mikor Pozsonyba kerül az ország három része szakadása után a királykoronázását, ő az, aki legelőször királyt koronáz Pozsonyban, Miksát. Tehát az első király koronázás, ami Pozsonyban van, pont az ő nevéhez kötődik. Habsburg Máriát a mohácsi csata után egészen Brüsszelig, nincs tévedés, Brüsszelig kíséri, vagy majdnem egy évtizedig ott van, és hát visszatekintve szép hazája felől, tehát nem kérdés, hogy ő magyarnak tartja magát, a magyar hazát síratja, és éppen ezért ír egy könyvet. Kicsit azzal a szándékkal, hogy mi a magyar szellemiségnek, lelkületnek a lényege. Tehát mi az, ami megtart egy hazát? Nagyon egyszerű, az erkölcs. Tehát ebből engedni nem lehet. Tehát akár elfogadjuk, akár nem, nem a vigyázva állás és harsány hangzatos szövegek fognak megtartani egy hazát, hanem a jellem, az erkölcs, a hit, a szeretet, a bátorság, a jóság, soroljam ezeket az erényeket, de elsősorban mindennek a kulcsa, erőkulcsa, ahogy mondani szokták, erkölcs. Ha nincs erkölcs, nincs haza. Tehát jelen pillanatban ez az égető probléma. Vissza kellene találni egy olyan útra, amely úton az erények is közlekednek. Mert most kicsit ilyen útmenti árkokban kotorászunk, vagy csúszkálunk, és próbálunk ki vergelődni onnan. És elsíratja az országot, de tudja, hogy meg lehet tartani. Na de hogyan? A mű bevezető címe Hungária. Megint egy alapvető sajátosság. Ha valaki Magyarországról 30 oldalban le tudná írni, hát ez a Kárpát-medencét jelenti, azt, amit ő leírt, és egyre több ilyen ember lenne, tehát nem elméleteket, csak hogy mi hol van. Melyik tájegység, miről nevezetes? Hát itt kezdődik egy magyar ember. Hogy tudja, hogy mi hol van. Hát a legtöbb magyar nem tudja, hogy a Kárpát-medencében mi hol van. Ez megközelítőleg olyan, hogy valakinek van egy lakása, de nem tudja, hol a konyha, hol a szoba, hol a kamra, hol az ágy, és állandóan a szomszéd ágyába akar befeküdni. És csodálkozik, hogy visszacsapják az ajtót. Hát aki nem tudja, hogy a hazájában mi van, az előbb-utóbb nem fogja megérdemelni. Miért? Előbb-utóbb nem lesz az övé. Tehát tudni kell dolgokat. És gyönyörűen leírja a Hungáriába, tehát Magyarországban, hogy mi hol van, miről nevezetesek a folyók, miről nevezetesek a hegyek, hol vannak a bortermővidékek, kevesen tudják, de akik jártassak a ügyben, azok pontosan tudják, hogy ekkor még nem a tokai bor a királyok bora és a borok királya, hanem a szerémségi. Meg lehet kockáztatni, hogy onnan kerül fel a török elől. Tehát hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy az nem, de például ebben az időszakban még a török azokat nem tette lakatlanná és pusztává azokat a területeket, hát fél ezer évig a szerémségi volt olyan híres, mint most már lassan fél ezer éve a tokai. És ott is megvannak ugyanazok a helynevek, tehát van Tarcal, hát Tokajnak egyik része az éppen Tarcal, tehát lehet érezni a párhuzamokat és a rezonanciákat. Leírja Mátyás király palotáját, leírja, hogy mi milyen messze van,
Igen, ám, de ez egy bevezető. Művének fő címe, most már ki lehet találni, Attila. Tehát mit írtott ki Szent István, hogyha egy úgynevezett keresztény, katolikus főpap magyar történelmet Mohács után érdekes módon nem Szent Istvánnal fog kezdeni, hanem Attilával. Tehát nekünk sokkal egyszerűbb beállni a dalártába, a kórusba, volt pártmozgalom egyébként, lehet. És akkor fújni. Hát ők is olyan lelkesen fújták, hogy sejszellők, fényes szellők. Hát az azért lehet ám fényesen, meg olyan lelkesen fújdogálni dolgokat. Nem beszélve arról, hogy a oda vezető út tele jó szándékkal van ki, hogy úgy mondjam, bélelve és kövezve. És akkor van még egy olyan könyv, ami viszont azért fontos, mert ez kötelező, bár hát Molnár Zoltán szerintem csak egyet hozott, Priscos Rétor töredékei, követségben Attila, hunok nagy királya udvarában. Na erre a műre épít Gárdonyi Géza, Láthatatlan ember című könyvében. Tehát ezt megint, hogy úgy mondjam, ajánlom. És hát ezért én beleegyezek abban, most ez kicsit pökhendinek tűnik, senki ne így fogja föl. Tehát, hogyha valaki ezt a szakirodalmat, és érdemes átböngészni magunkat rajta, mondjuk a következő év második januári hetéig úgy átböngészgeti, az már nagy lépést tett előre. Mert ennyit bármennyire hihetetlen tudni kell. Hát elméletileg mindenki járt iskolába. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én érzem. Tudni is kell. És nem elég tudni, érezni is kell. Megint mániákos idiotizmus Magyarországon, amikor elkezdik mondani, hogy most már elég a szövegből, eljött a cselekvés ideje. Hát igen, de mit tudsz? Hol van annak a tudás, vagy cselekvésnek a tudás alapja? A kettő együtt, világos? Soha egymagában. Van, amikor befelé kell tájékozódni, és akkor a belső tudás fénnyel gyarapszik, van, amikor az összegyűjtött fényeket a sötét világba viszont ki kell sugározni. Vita aktíva, ez Attila király útja volt, vita kontemplatíva, ez pedig Buda királynak volt az útja. És a kettő egymástól elválaszthatatlan, és még itt is megosztanak minket. Hát olyan kiváló nemzeti érzelmű értelmiségiek jöttek ezekkel a szövegekkel, százezreket megmozgattak, nem volt tudás, ment a szöveg, hogy tetteknek ideje, mi történt. Ma már a verebek sem csiperegnek róluk. Meg majd 10 éve velük volt tele a nemzeti, hogy úgy mondjam, világ. Aztán őket mindig váltják mások, csak éppen nem történik semmi. Mert nem a cselekvés ösztönnel van a probléma, mindenki szeretne, egy baj van, nem tudunk semmit. Hogy akarunk cselekedni? És gyakorlatilag az indiánokkal, például a rezervátumokban pont ez a gond. Tehát nem tudnak semmit. Éppen ezért ki vannak szolgáltatva a gyarmatosító hatalomnak. Tehát nem tudnak még répát se ültetni. Világos? A magyar barátunk mutatta meg ott a szikszikáknak, hogy hogy kell egyáltalán. Tehát a mieztartás véget most kezd eltűnni Magyarországon, a tudása nem tűnt volna föl. Hát még 30 évvel ezelőtt is a legegyszerűbb ember legalább 100 féle dologhoz értett. Ma az a divat, hogy senki nem ért semmihez. Na de, azért nem ilyen rossz a helyzet, hozzá kell tennem, csak Mátyásról mondják, töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál, hát most nem volt jég, hát most lett jég. Kicsit fagyos lett a... Hát azért mondom, ha nem talál, csinál. Tehát ez azt jelenti, hogy előtte való napokban már azt hittük, hogy nyár van, jött Mátyás napja, nem talál semmit, csinált egy kicsit. Na akkor vágjunk neki a feladatnak. Hát remélem, hogy megtalálom, amit ránk vár. Túróczi János krónikájával fogjuk kezdeni, ugyanis ezzel fejeztük be a Nimród hagyománykört, tehát ahol befejeztük, azzal folytatjuk.
A világnak bármely sarkán eredtek, és bárhonnan jöttek is a hunok, vagyis a magyarok. Tehát Túróczi János krónikájának, Mátyás király kortársa, ugye az elején járunk most, az első fejezeteknél. Dicsőségük híre neve szélesen világon elterjedt. Tehát nincs levert nép, nincs kiirtott magyarság, csak mi ezekkel a fejezetekkel nem foglalkozunk, de azért úgy idézem, például a harmadik Béla kortárs bizánci források írják, hogy a magyarok annyian vannak, mint égen a csillagok, mint mondjuk réten a fűszál. Tengernyi megszámlálhatatlan nép, és mindannyian hősök és bátrak, és a magyarok soha más népek igáját nem viselték. És a magyar egyenlő a szabadsággal. Tehát Szent István kiírtotta. Most azért gondoljuk végig. Tehát azért, mint egy ilyen akupunktúrás, tudom, hogy már fájdalmas, de addig fogjuk nyomni, amíg tényleg ki nem nyomjuk. Mint egy kelevényt. Ennek ki kell menni. Szóval semmi valóságos alapja nincsen. És ezért jó ismerni a múltat, mert ha megismerjük, akkor nem fog beleférni, nem tudom elhelyezni. Hát ez egy 1000 évvel megnyomorított kis, akkor mit csinálnak Nándorfehérvárnál? Mi a nagyhatalmi státusz, hogy érthető legyen? Hát ilyen deformált észjárással, mint ami most van, gondoljuk végig, nem mi irányítjuk a dolgokat, helyzeteket teremtenek. Tehát a nemzet minimális önállóságáról is sajnos 1990-ben méltóztatott lemondani. És kullogunk az események után, helyzetek vannak. Most migrációs hullám, most éppen ez a hullám, most éppen az a hullám, és mikor kinek a hullája dobja felszínre, mondjuk, éppen egy hullám. De továbbra akkor dicsőségük híreneve szélese világon elterjedt. Hála visel dolgai nagyszerűségének. Tehát nem hason csúszunk a világtörténelemben, hanem a fények fényei ragyognak. Olvasom tovább. És e hír mindenfelé fennen hirdeti, hogy felvették a keresztény hitet. Na most emlékezzünk vissza, Árpád magyarjai milyen, hogy úgy mondjam, vallás meghatározó erekékkel jegyzik el magukat. Ha ereke az már rávezet, ereke tartó mellkeresztek. Honfoglaláskori erekje tartó mellkeresztek. Tehát gyors kérdés, ha Árpád magyarjai, régészeti tények, és nem csak annyi valamit 1996-ban a Nemzeti Múzeum katalógusában publikáltak, ha csak annyi lenne, az is elég lenne, mert több van majdnem belőle, mint a tarsolylemezekből. Meg tarsolylemezből lehet definiálni annak a műveltségnek azt az időszakát. El szokták mondani, ez most kerekítve és sarkítva mondom egyszerre, ha Mexikó térségéből most előkerülne egy sírlelet, és lenne ott egy tarsoly, senki nem vonhatná kétségbe, hogy az magyar temetkezés. Kérdés, hogy kerül oda? És kiderül, hogy nem ez a jellegadó már arra a korra, hanem az erekje tartó mellkereszt. Ez pedig mit jelent? Nem kis Buddha szobrokkal temetkeznek, nem valamivel nagyobb Osiris szobrocskákkal, nem három taoista bölcs kis elefántcsont faragványos szobrocskáikkal, mellkeresztekkel. Hát könyörgöm, akkor milyen valláson lehet az a nép? Ez sehol nem lenne kérdés. Egyedül ezen a helyen probléma. Hát nyilván keresztény. Na de akkor mit hoz be Szent István? Akkor hogy fognak bejönni a nyugati hittérítők? Nem tudom, hogy érzékeljük-e. És mi magunk gerjesztjük azt a hangulatot, hogy veszítjük el a múltunkat. Hát Szent István, emlékezzünk, foglalkoztunk a képes krónikával. Nem a kereszténységet vette fel, hanem Jézus Krisztus igaz hitéről van szó. Vagyis ez mit jelent? Kereszténynek tételeződik, és a kereszténységen belül a leggyémánt keménységű butat választják. Jézus Krisztus igaz hite. És ez kap egy jelzőt, hogy katolikus,
vagyis egyetemes. Megint, mi okoz ebben megértést? Hát Anonymous leírja, Anonymous, Szkítiában vagyunk, az ázsiai Szkítiában. Álmosnak érett korban a Szentlélek ajándéka jutott. Hol? Szkítiában, az ázsiaiban. És a Szentlélek volt az ő vezetője. Nos, akkor Álmos keresztény volt, vagy nem volt keresztény? A Sanctus Spiritus, ezt mi mondjuk Szent Léleknek, mert eredetileg Szent Szellemet jelentene, de mi még mindig Léleknek mondjuk. Hát ha Álmos Anonymous Gesta Hungarorumában, már Szkítiában a Szent Lélek vezéreltsége alatt áll, és a Szent Lélek szól belőle, akkor mi okoz problémát? Megmondom, nem látták az István a király rockoperát. Tehát ez tényleg óriási nagy probléma. Vagy nem olvastak egy-két könyvet, most szerzőket nem mondok. Az embernek tényleg vérzik a szívem, mert egyik jobb kortársunk, mint a másik, de egyszerűen, mintha kikapcsolnák, amikor gondolkozik ilyen. Mindenből jó gondolkodik. Ott, mintha kikapcsolnák. És jön a lecke felmondása, természetesen azért párducos piros-fehér-zöld leszbe. Azért párducos is legyen, piros-fehér-zöld is legyen. És az operett színpadon mondjuk... helyt lehessen állni. Tehát olvasom akkor tovább. Felvették a keresztény hitet, hogy derékségük fényeskedik, erkölcseik ékes tisztességben virulnak, és hogy katonai kiválóságban, fegyveres vitézségben a többi nemzeteket messze-messze felülmúlják. Tehát nincs ilyen, hogy jön Szent István és behív néhány lézengő rittert, azok pedig elfoglalják Magyarországot. Meg nem gondolkozunk. Rózsa Sándor, ismert a név? Délvidéken. Hát ha elmegy valaki a Budai Várba, a Hadtörténeti Múzeumban, még ott is lát olyan festményeket, a betyárok karikás ostorral verik szét a Habsburg reguláris csapatokat. Nem tudom, hogy fölfogjuk-e. Tehát apróság, ez egy ország. Teljes terjedelmében magyarok lakják. Tőlem Gizivel jöhet 10 000 ritter is. És akkor mi van? Majd 10 000-et fogunk kibufozni, ha arról van szó. Észre se vesszük saját magunkat, úgy értékeljük a béke feneke alá, hogy az valami döbbenetes. Az valami hihetetlen. Hát itt férfiak nevelik a gyerekeket, a fiú gyerekeket. És édesanyák adják a magyar státumot. Hát még Rákóczi után is leírják. Rákóczi után. Reformkor elején, külföldi utazó, a magyar gyerekek anyatejjel szívják magukba a haza szeretetet. Mi van Szent Istvánnal? Ma mit szívnak magukba? No de, ha már töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Most el lehet dönteni, hogy éppen melyik feladatnak teszünk eleget, de katonai kivál. Többi nemzeteket messze-messze felülmúlják. Tudom, hogy nehéz megérteni, legyőzhetetlenek. Tehát olyan meg nincs, hogy ugyanott legyőzhetetlenek, de a trójai falon bejöttek az idegenek. Miért? Mert a bejövő idegenek szeretnék legyőzhetővé tenni a nemzetet. De 500 évig Mohácsik gyakorlatilag legyőzhetetlen lényegében a magyarság. Megint mit nem lehet ebben megérteni? Na de, olvasom tovább. Többi nemzeteket messze-messze felülmúlják. Ebből a nemzetből nemhogy a királyok, de még közrendű népből származó emberek nevét is bejegyezték a szentek lajstromába. És most az égben örvendeznek odajutásuknak. Hát várom azt a vallás politikát, amelyik a Vatikánba elkezdi nyomozni, hogy kik ezek a köznépből előkerült magyar szentek. Hát azért ne felejtsük el, hogy beszél róla Túróczi János. Hát mint napnál is világosabb tényekről. Nem hogy a királyokat jegyezték be a szentek, hanem közrendű népből. És Boldog Özséb se a közrendűbe tartozik. Vagy egy Pálos Rend se a közrendűbe tartozik. Itt a közrendű népről van szó. Na most én még olyat a világtörténelemben nem láttam, hogy külföldi idegenek rákényszerítik a vallást, és ő hirtelen szentté változik. Majd szent lesz a fia, majd szent lesz a lánya, szent lesz minden családtagja.
Nem tűnik fel, hogy a Turul nemzetség, vagyis Attila király nemzetsége, vagyis az Árpádház a 2000 éves kereszténység történelmében egy vonalról a legtöbb szentet adta az egyháznak. Hát ez nem valakibe belevernek valamit, az legfeljebb egy jó szakértő lesz. És legfeljebb egy ilyen erőltetett tevékenység, de úgy, hogy egy Szent Erzsébetként, Szent Margitként, vagy történetesen egy Szent Lászlóként. Hát itt át kell élni ám dolgokat. Ez nem úgy van, hogy gyerekek, olyan jól mondtuk fel a leckét, hogy most jobban mondtuk fel, mint az összes többi nép körülöttünk. Hát észre kell venni, itt van egy forrás, a tiszta forrás. És az, hogy valamilyen vallási átalakulás, átváltozás van, ez soha senki nem tagadta. De a tiszta forráskútig vissza kell nyomozni, hogy megértsük, hogy mi történt. Mert hogy nem a római volt a jelzője a katolikusnak 500 éven keresztül, ezt még római pápák is tudják, mert a magyar királynak azt írják, hogy a magyar katolikus anyaszentegyház gyermeke. És ő, mint a római anyaszentegyház pápája, írja, megint, olyan bonyolult a dolog. Kaukázusban minden ország, aki meg keresztény, katolikus. Tehát katolikusnak tartja magát az örmény, katolikusnak tartja magát a grúz. A vezetőjük a katolikos patriárka. A legnépszerűbb név a Kaukázusban az István név. Soroljam a példákat. És ezt már megtárgyaltuk ezerszer, csak nem jut el a tudatunkig. 11. századból, Kárpát-medencében, leginkább az ország belseje táján, egyetlen egy olyan templom sincsen, aminek az alaprajza bármelyik nyugat-európai templomra emlékeztetne. Az összes templom, amelyik megvan, mit mondanak? Hát leginkább kaukázusinak tűnik. És megint mi a probléma? Nem látták az István a király rokoperát. Ha látták volna, akkor egyszer. Tehát azért mondom ezt így, hogy vegyünk észre valamit. Olykorban élünk ezen a földön, hogy a tények nem számítanak. És jaj annak a nemzetnek, ahol a nemzeti színek alatt nem számítanak a tények. Hanem mondjuk, ha lesz szünet, oda jön valaki és megkérdezi, de ugye Szent István kiirtotta a rovásírást. Csak azért mondom, mert napi gyakorlat. Elmondja az ember a tényeket, mintha semmi nem történt volna. Átlelkesült arccal, neki már csak egy kérdés, megtörtént, egy kérdése van. Miért írtotta ki a rovásírást? Hát de atyafi, most volt erről szó. Soroltuk fel azokat az emlékeket, amelyek kizárják. Hát Bonfini is, itt van Bonfini, ott van az asztal. Érdemes megnézni. Ő írja le. Rovásírás él, Erdélyben magas szinten gyakorolják, és mit ír Bonfini? Amiből az derül ki, hogy nem a mai székely rovásírásról beszél. A szó szerint a rovásra vonatkozik. Sok van a rovásodon. Hanem miről? Kevés jellel sok gondolatot tudnak kifejezni. Kevés jellel sok gondolatot. A székely jelen pillanatban ez a változat, nagyon ősi betűtípus, de minden betűhöz egy hang. Magyarul ugyanúgy fogalmi írás. Tehát ez nem képírás, ez nem ősi írás alap. Az ősi írás az, amiről Bonfini beszél. Kevés jellel sok értelmet, csak hogy 500 évvel Szent István után vagyunk. Három részre szakad az ország, és az egyik kiváló irodalomtörténész papunk írja a másiknak, milyen jó, hogy megmentetted a szkíták ABC-jét. Tehát mikor pusztulnak a magyar értékek? Hát a Mohács, hogy érthető legyen. És ez nem olyan, hogy 150 évig béke vagy háború. Hát tudom, hogy most éppen mi a sláger. Szulejmán szultán éveken keresztül készül Magyarország megtámadására. 1521-ben elfoglalják Nándorfehérvárat. Előző szultán, mielőtt meghalt Ulászlóval,
olyan szerződést kötött, nem tudom, valami 6-8-10 évre kötöttek szerződést, és okulva az előző diplomáciai bonyodalmakba belefoglalták, hogy bármelyik király vagy császár, tehát a szultán vagy a király meghalna, a békeszerződés érvényben van. Meghal a szultán, a fia pedig megtámadja Nándorfehérvárat, és 1521-ben hadüzene, hogy érthető legyen. Hát mi nem erről írnak regényt? Szultáni békeajánlat. Propagandagépezetről nem hallottunk? Hát a legtöbb háború hogy indul? Hát békét akarunk hozni. Hát visszük a békét. Persze baráti testvéri keretek között. Mindenkivel szövetséget köt Szulejmán még 1525-ben. Velencével, Lengyelországgal, Német-Római császárral, pápával, francia királlyal. Milyen szerződések? Meg nem támadási szerződések. Magyarország teljesen elszigetelődik. És azért ne haragudjunk, nekem Zrínyi Miklós hitelesen. Lehet, hogy én buta ember vagyok, vagy maradi vagyok, de azok a magyarok nem keresték a szultán kegyét. Nem tűnik föl. Nem tűnik föl, hogy az oszmán törököt a törökök sem tartják a mi rokonainknak. Soroljam a példákat. Na de lesz úgyis erről szó majd a következő tanévben, tanidényben. De hát ezeket, hogy mondjam, csak az indulat az néha úgy a felszínre dobja. Tehát ebből a nemzetből, ezt már olvastam, az égben örvendeznek a odajutásnak. Na de mindezt miért olvastam? Mert most kapcsolódunk bele a szövegbe. És ama Nagy Attila király. Magyarul ebből mi derül ki? Csak nem élesítettük ki a dolgot. Megtérésről volt szó. Kereszténységről volt szó. Kinek a nevét vártuk volna? Szent Istvánét. Kinek a neve jön? Attilái. Kitárgyal Róma falai alatt római pápával, aki akkor még csak püspök. Nem Szent István, hanem Attila. Mit nem lehet ebben megérteni? Tényleg nagyon nehéz az ügy. Tehát, és ama Nagy Attila király sem vádolható meg semmiképp, hogy megtagadta származását, hiszen címzésében is ott találjuk, hogy a Nagy Nimród unokájának vallotta magát. De a magyarok történetéről írt krónika második könyvében is, ahol az ő második bejövetelükről van szó, na ez az Árpádi bejövetel, ezzel fogjuk folytatni legközelebb, hogy maguk a magyarok is a Nagy Nimródra vezetik vissza eredetüket. Tehát ha valaki elpusztít valamit, és az elpusztítva marad, akkor nincs olyan, hogy a magyarok a Nagy Nimródra vezetik vissza eredetüket. Miért? Mert eltelik 500 év, és Nimródról legfeljebb csak annyit tudnak, ami a Bibliában szerepel. És ezt kevesen tudják, hogy az iszlám az egy olyan vallás, tehát miért nem tudtak kiegyezni az oszmánokkal? Migrációs hullám. Tehát 500 ezer harcos, ha valakinek ma ezt be lehet adni, hogy csak jön egy levéle, hogy most békét akartok, vagy háborút. Hát éveken keresztül erre készül Szulejmán szultán. És az iszlámnak van egy eszmei része is. Hogy tekint Nimródra? Na, hogy tekint Nimródra? Akkor ki a hazáruló? Hát melyik magyar fogja meg tagadni az őseit? Hát azért ezek ismerték ám a Koránnak a világát, vagy az iszlám hagyományukat. Hát gondolkozzunk már egy kicsit. De semmi probléma. Attól, hogy valaki keletről jön, vagy keleties bőgatyát visel, vagy bugyogót, vagy turbánt, ami mondjuk megy egészen a Himalájáig, attól még nem biztos, hogy keleti lesz a mentalitása. De ez megint, hogy úgy mondjam, viszonylag egyszerű és érthető tünet kell, hogy megjelenjen. Na most az, hogy Attilának milyen a hagyományvilága és megítélése, vegyes. Tehát minden időben vegyes volt, volt, amikor fényesebb volt, most szinte majdnem a legsötétebb tónusban jelenik meg,
és leginkább többek között, bármennyire hihetetlen, megint ugyanoda jutunk, hát nyilván mi is egy kicsit felelősek vagyunk, hogy ide jutott a világ. Mert olyan megosztott az irodalmi szinten az Attilai, hát gondoljuk végig, amikor valaki úgy ír Attiláról, mint Sámánról egy regényben. Hát mikor volt Sámán Attila? És kéri a Nobel-díjat, lehetőleg irodalmi Nobel-díjat. Tehát úgy keverünk össze dolgokat, hogy az valami döbbenetes. Na de, idézek a Hősök könyvéből Ezel udvar tartása középkori német hősének. Az biztos, hogy nem minden ilyen módon szól meg, de leírja Szász Béla is egyébként, még akkor is, ahogy jeleztem, a mondai hagyománnyal a szegény egyszerűen nem tud mit kezdeni. Tehát egymásnak homlok egyenest ellenkező mondatokat ír le, mert történik. Tehát ő történész észjárással akarja hitelesíteni Attilát. És észre se veszi, hát ha mondai létét ilyen módon kezdi el agyusztálni, hogy az lesz a hiteles, aminek van történelmi alapja, hát ez körülbelül olyan, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb. Hát minden embernek az életéhez hozzátartoznak az álmai is. Gondoljuk végig, azok is mi vagyunk. Tehát egészen más a mondai hagyománynak a logikája. Teljesen más téridő keretek között működik. Úgy gyökeredzik meg jó esetben egy nép lelkében, hogy azt nem lehet onnan kivenni. És nem az lesz majd a lényeg, hogy nagyon sokat tud, hanem gondoljuk végig, most megint ugrok egyet. Szent Imrének hol volt a halála? Ha egyáltalán volt ilyen halála. Attól függ, hogy hol járunk az országban. Miért? Mi még Erdélyben is mutatják azokat az erdőket. Hát Szent Imre itt vadászott, ott jött a vatkan. És az ember ugye tűnődik Szent Imrén, hát már eleve Szent nyilván rendelkezett azzal a képességgel, hogy egyszerre körülbelül 1000 helyen tudott megjelenni. Csak a hiba csúszott a számításba, mert 1000 helyen egy vatkan is megjelent. És ugyanúgy történt a dolog. Tehát, hogy érthető legyen a mondai hagyomány, az egy egészen más valóság szinten fejezi ki az igazságot. Attila király hol van eltemetve? Hát attól függ, nem a Kárpát-medencében, attól függ, hogy a világ melyik pontján járunk. Na most tegyünk egy utazást nyugatra. Ha én elmegyek a Pó folyó mentén, Itáliában vagyunk, Észak-Olaszországban, akkor milyen hagyományt lehet mind a mai napig gyűjteni? Hol van eltemetve Attila? Hát természetesen mutat rá, hogy itt a folyóban valahol. Hát erre mit mondunk? A betyár déli bábos itáliai mindenségét neki. Na menjünk innen. Átmegyünk az Alpokon, ott van a Rajna. Felmegyünk egészen középig. Rajna völgye, gyönyörű mesebeli táj, állítólag, de tényleg szép. Hol van eltemetve Attila? Hát még kérdés. Attila itt van eltemetve. Hármas koporsó. Ezt a déli bábos nyugat-európai, na itt az Unió még rossz munkát végzett, majd utána kell járni, menjünk el Brüsszelbe és tárgyaljuk meg a dolgokat, de előtte még a Szajna partján tegyünk egy látogatást. Hol van eltemetve Attila? A Szajna folyóban. Tehát nem tudom, hogy fölfogunk-e valamit. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi helyen tudják rosszul, hanem van egy más szintje a valóságnak. Ennyi helyen tudják jól, hogy Attila milyen minőséget képvisel ezen a földön. Hát minimum az élő vízig el kell jutni. És akkor már nem csodálkozunk, hogy az ő neve Etil Attil névváltozatokban, most már keletre ugrunk, török népek nyelvében mit jelent? Nagy víz, nagy folyó. Tehát amit ma Volgának hívnak, például Etel, hát ez is Etel volt, Attil volt, Itil volt. És ami viszont meghökkentő, hogy egészen a Csendes-óceán partjáig el lehet jutni, és mindenhol találkozunk Attila hagyománnyal. És ott van eltemetve. Na most kérdés, ha ez nem egyetemes, akkor mi az egyetemes? Hát ennek kellene örvendeni. És ez nyilván egy olyan példa, ami nem
az élet kezdetére, hanem egy ilyen rejtett állapotára vonatkozik, hogy hol van. Na de döbbenjünk meg. Attila ebben a rejtett állapotában, jelenlegi emberiség számon tartásán belül, most hogy értékeli aztán, hogy jónak tartotta, rossznak, ezzel ne foglalkozunk. Mindenhol ott van. Tehát végeredményben a mai világ életét szellemi szinten, lelki szinten ma is az Attilaság járja át. Akár tud róla, akár elfogadja, Strasbourgra gondoljunk. Elindul a katalóniumi hadjáratra Attila, ezzel majd egy kicsit, ha oda jutunk, fogunk foglalkozni, és hát útjába városok kerülnek. Most Attila nevezetes volt valamiről. Minden útjába került rosszul megépített várost irgalmatlanul eltörölt. Magyarul nem hagyta a természet megrontását. A jó arányokkal rendelkező városokat nem pusztította el, sőt, Udinét ő építette föl. Tehát nem az a kérdés, hogy most népiesek vagyunk, vagy éppen urbánusok, vidékiek, vagy városiak, megint érzékeljünk valamit. A kérdés, jó-e valami, vagy rossz? Város is lehet jó, ha jók az arányai. A pusztán is bele lehet az elmeháborodottságba, hogy úgy mondjam, pusztulni, ha meghűltünk. Tehát a kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz. És a város, a ház, az épített hajlék, ha tetszik, hanem az egy védelmet jelent. Tehát tudom, hogy megint baráti körre szeretnék hivatkozni, neveket nem mondok, szerintem itt is megfordultak már éppen eleget, de ha nem, akkor majd meg fognak fordulni. Tehát némelyiküknek vesző paripájuk, hogyha mondjuk olyan egy templom, mint a Kassai Szent Erzsébet templom, ami nagy, vagy olyan, amit első Géza királyunk épített, a Garamszent Benedeki templom, megint hatalmas. Most barátaink nem értik meg. Tudod, nem 50 fős benszülött törzs vagyunk. Tehát ez mit jelent? Ha összehívja egy uralkodó az ország jeleseit, akkor nem tudom egy izzasztó kunyhóba őket tanácskozásra behívni. Tehát ez mit jelent? Tudni kell olyan hajlékot építeni, ahol akár több ezer ember is jelen tud az ülésen lenni. Megint ezt a világ minden pontján megértik. Melyik helyen nem értik meg? Persze nagyon szervesek, nagyon természetesek, nagyon a mangalicától a nem tudom még minden ott van, csak éppen itt hiányzik. Ott kezdődik a művészet, hogy egyszerre tudja a kicsit is, és a nagyot is. És a kicsi és a nagy, és melyiknél veszedelmesebb? A tulajdonképpen, hát persze, hogy a nagynál. Mert a kicsi, akármilyen kicsi, mivel kicsi és kuckós, nem veszem észre, hogy rosszak az arányai, és betegséget fog okozni. Tehát az nem minden, attól meg kicsi, attól meg nem biztos, hogy az hajlék lesz. Na most, ha valaki tud úgy építeni nagyba, hogy tényleg úgy érzem, hogy nem agyonnyom a nagysága, hanem szárnyal benne a lelkem, akkor ez azt jelenti, hogy az arányait ismeri a mindenségnek. Pulzáltatni tud, lüktetni tud. Hát ez a Kassai templomnak, a Szent Erzsébet templom titka. Hiába nagy, meg gondoljunk a kolozsvári Szent Mihály templomra. Az ember nem megfullad benne, mint hogy tényleg keleten, vagy nyugaton, bocsánat, nyugaton egy-két katedrális olyan, hogy iszonyatos. Iszonyatos. Tehát tényleg a nagyság egy tehertételként szakad rá az emberre. Strasbourg esetében, hát Argentinának hívják, ne tévesszem meg senkit, Argentum ez ezüstös jelent, tehát a hold tulajdonsága idéződnek meg. És ez fallal körbevett város volt, és mit csinál Attila? A falat lebontja, vagy pontosabban a falakon, és gondoljunk fal kérdésekre, oda-vissza ezer változatban, kapukat, és megtiltja, hogy a falakat újraépítsék. És mind a mai napig Strasbourgnak hívják. Miért? Mert szabadult.
szabad a pálya. Tehát olyan úti vár, amelyik nem bezár és leépít, hanem kaput, ajtót találok és szabadon át tudok menni. Tehát sokféleképpen viszonyul Attila a világhoz. És akkor a germán hősének, hát ami attól függ, hogy honnan piszkáljuk meg, ezzel a kérdéssel Papp Gábor sokat foglalkozott, a Krimhilda Ildikó kérdése, de hát az egész attilai hagyománnyal. Na most legtöbb magyar ember, és bármelyikünk, hát mi is voltunk úgymond ifjabbak, hát Attila és Ildikó, vagy Krimhilda és germán. És van egy probléma, krónikáink erről nem tudnak. És akkor rá kell döbbenni. Hát legtöbb honfitársunk nem a magyar hagyományt ismeri, hanem a külföldit. Ez körülbelül a mai helyzet. A legtöbb magyar ember nemzet tudatát akár elutasítja, akár nem, külföldi vélemények határozzák meg. Pro vagy kontra, hogy mondani szokták. Hát azért van magyar hagyomány. És ha az szerepel a képes krónikában, sokat emlegetett, de ezeken már túl vagyunk, hogy a baktriai király lányát veszi feleségül, és ez magyar királynak írt krónika, akkor mit keres itt a germán Krimhilda? Vagy köröm alatt a hold? Tehát, vagy mit keres itt Ildikó? Kérdés, hol van Baktria? És ez a kemény ügy. Hát keleten van. Na de mennyire van keleten? Nagyon keleten van. Na de mégis mennyire? Hát annyira, hogy elég keleten legyen. Na de én ezt nem akarom most ilyen formában tárgyalni, és ember fölött isteni szépségű hajadon. Hát azért ezt mindenki tudja, ha ez a halálát fogja jelenteni, akkor ez mit jelent? Ez már az égi nász. Mit mond Jézus? Mennyegzős ruha. Tehát a mennyegző csak egy nép nyelvén vezet a mennyekbe. Bármennyire hihetetlen. Nálunk ugyanazok a hangalaki rezgések jelennek meg. És hát azt külön mondom el, hogy minden nép hagyományában, tehát nem csak itt a miénkben, minden nép hagyományában, de ez leginkább keleten, például a perzsa hagyományban, az ma is írásos emlékekben, Zarathustra vallás felé elmenve megtalálható, de Indiában, Belső Ázsiában, mindenhol ott van, indián hagyományokban. Ha egy férfi hal meg, halál a pillanatában, mert azért elindulunk egy útra. Általában milyen lélek, fény lélek jelenik meg? Ez még nem a keresztény világ, jóval a kereszténység, történelmi kereszténység előtt vagyunk, de minden hagyományvilágba föllelhető. Egy férfinek egy gyönyörű, szép nő jelenik meg. Na most Szűz Mária, ha megjelenik nőnek, nem nőnek, fiúnak, lánynak, férfinak, leginkább nőknek, tehát vagy kislányoknak, akik még szűz, vagy öregasszonyok, akik már a szüzesség világát képviselik megint. Gyönyörű, szép. Hát a Kárpát-medencei magyar nyelvterületen lévő Mária jelenések hogy kezdődnek? Vagy bármelyik, hát a egészen nyugat-el Fatimáig elmegyünk, bármeddig el lehet menni. Mit mondanak a gyerekek? Soha ilyen szép asszonyt nem láttak. Azért a fény, a kedvesség és a jóság azért az nem csúfság. Tehát gyönyörű, szép. És ha valaki férfi, akkor neki egy gyönyörű, tehát a saját lelkét kiegészítő párként, hát ha ő férfi, akkor egy nő fogja hívni. Miért? Mert a szerelem fog vezérelni. Na de ennek semmi köze semmilyen testiséghez. Miért? Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. És nőnek pedig, hát ugyanúgy, a Szent Dorottyától kezdve Szent Margitig. Kinek a mennyasszonyai voltak ők? Jézus Krisztusé. Hogy? Mennyasszonynak tekintették magukat. A férfiakról nem esik szó egyébként,
Ők pedig rendre, hát a Magyar Királyfi története talán a legismertebb, meg akar házasodni, Szűz Mária megjelenik neki álmában vagy látomásban, és engem válasz. Elfelejti a királyfinka látomását vagy álmát, vezeti az oltár elé a kedvesét, és megint megjelenik Szűz Mária. Elfelejtettél? És akkor tér, úgy mond meg. Hát Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában olvasható Mária ünnepek egyikénél. Tehát, hogy érthető legyen, van azért a lelkünknek egy kiegészítő párja. És ha Attilának egy gyönyörű szép, isteni szépségű, emberfeletti szépségű hajadon, és itt meg fog halni, akkor van egy olyan olvasati lehetőség, és a legnagyobb boldogságban, a peteljesedésben történik a halála. Tudom, hogy mindenki gyilkost keres, nyugodtan keresheti, 1500 év távlatából valószínűleg itt az utcasarkon el is fogja fogni, tehát gratulálunk neki, de majd idézzük a kortárs forrásokat, hogy végül is hova lehet eljutni. Na ezt csak azért mondtam el, mert a germán hagyomány az nagyon, hát arról tényleg egy szóval lehet, összetett szóval útvesztő. Tehát van ez is, és van az is. Most az, hogy a germánság hogy viszonyul Attilához, ez most egyelőre legyen az ő ügyük. Mi a magyar hagyományt vizsgáztatjuk, azon belül viszont most mégiscsak idézünk germán hagyományból. Mert nagyon tartalmas. És így szól a szöveg. Tehát a Hősök könyve egyszer udvartartása a középkori német hősének. Hát kiírtam, remélem megtalálom, hogy Attila nevét hányféleképpen írják a maga idejében. Tehát minden időben. A legrosszabb változat az, ami hivatalos volt itt, de most már a jó változat is hivatalos, tehát József Attila nevében is az Attila két tével van egyellel. Ma már engedélyezett egy tével, két ellel, miért? Mert magyar ember ki se tudjuk ejteni. Hát gondoljuk, akkor valaki Attilába öltözik, akkor nem azt mondja, hogy Atti. Tehát egyszer nekem még soha nem sikerült két tével egyellel kimondani. Tehát az ember így megáll. De létezik ilyen nyelvváltozat, ez a germán változat. Vitathatatlan. De a középkori szövegekben leginkább egy T és egy L. Attila, 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 Attila. Akkor írják TH-val, Attila, Attilas, Attilum, Atli, Etele, Etel, Ecel, Acilla. Tehát az Ecel meg Acilla, az megint a germán változatot fogja jelenteni. Etil, Itil, Atil, tehát ez megint a török népek nyelvén jelenti a nagy vizet. Tehát volt egykor Magyarországban egy nagy hírű király, akit Attilának hívtak. Megint meghökkentő. Volt egyszer tehát magyar király, nagy hírű király, akit Attilának hívtak. Soha párját nem fogjuk találni. Most ez azért érdekes, mert magyar szövegek sem írnak ilyen szépen. Hát nekünk ez természetes. Csak döbbenjünk meg, hogy ahol nincs elfogultság, nincs olyan, hogy mit rákentek a századok, hanem nem tudják Attilát bemártani a gyalázatnak a fösvény világába, a legtisztább hagyományvilág kerekedik ki. És az egy germán hősénekből kell nekünk megtudni, hogy soha párját nem fogjuk találni. Hát Attila az tényleg utolérhetetlen nagyság. Olyannyira, hogy még a bevezetőhöz hozzá kellett volna tenni Bánfi Miklós okán, hogy ne felejtsük el, hát a század fordon épül az országház. És ez már többször elhangzott, de megint a nyomatékosság kedvéért. Van egy festőnk, Körös Fői Kriés Aladár. Freskót fest. Országház épületében ott van. Vadászteremnek hívják. Miért? Mert Attila király vadászata. Tehát nem Szent Istvánnal van probléma, hanem az 1900-as évek elején még az ország házába is Attila költözik be. Csak jön első világháború, azzal nem is a maga a történeti tény, hanem a békediktátum.
Tehát Trianon országfeldarabolás, utána második világháború, utána megint jönnek az évtizedek. Tehát mi jogosak, amiket így felhánytorgatunk, csak elfelejtjük, hogy nem ezer évről van szó, hanem pár évtizedről. És ahogy például pár évtizeddel ezelőtt még nem volt Valentin nap, hogy megint témához jussunk. Tehát, hogy érthető legyen, évszázadokon keresztül nem volt Koppány István ingyen cirkuszvetélkedő. Mint ahogy nem volt Valentin nap se. És mind Valentin is létezik valószínűleg, mert van ez a név, hogy Bálint, vitathatatlan dolog, hogy létezik, de télvíz idején szerelemnek ünnepe. Hol élünk? És be lehet adni a szerelemnek a hazájába? Olyan népnek, amelyik a szeretet és a szerelem között szóbeli különbséget és minőségi különbséget is tud, de nem minden nép nyelvében tudják elválasztani a szeretetet a szerelemtől, hát nyilván a szerelem a szeretet legmagasabb hőfoka lesz. Tehát szeretetből még a szerelem lángra tud lobbanni. Na de egészen más az, hogy én szerelmes vagyok belé, hogy azt mondom, hogy szeretlek. Próbálja ki mindenki oda-haza. Meg lehet próbálni. Egyik az válók, abban a pillanatban. Pedig ott van a dolog a maga nemében. Tehát tovább ezt megint nem akarom tovább elpörgetni, mert meg voltam győződve, hogy nem lesz szünet, mert be fogjuk fejezni, de úgy látszik, hogy lesz szünet. Tehát fogunk tartani egy szünetet. Tehát volt egykor Magyarországban egy nagy hírű király, kit Attilának hívtak. Soha párját nem fogjuk találni. Gazdagságban és bőkezűségben senki soha vele nem mérkőzhetik. 12 koronás király hódolt neki. Tehát 12 koronás király ült az asztalánál. Na ez a híres most kicsöngetnek, becsöngetnek, és Szent István behívta az idegeneket. Tehát Attila körül van a 12 nem magyar király. És akkor Attila behívta az idegeneket. Hát ki volt Önegészius? Ki volt Detre a 100? Soroljam a példákat. Hát erre mondják az intelmek is, hogy az egynyelvű és egyszokású királyi udvar gyönge és esendő, mert az egy baromfi, az egy tyúkol. Hát mikor volt belső ázsiai sanjűnek, mondjuk Isten fiának, egynyelvű és egyszokású az udvara? Mikor volt Dzsingisz Kánnak egynyelvű és egyszokású az udvara? Mikor volt második Ramszesz fáraónak egynyelvű és egyszokású az udvara? Érdekes módon Szent István behívta az idegeneket. Mikor volt Attilának egynyelvű és egyszokású az udvara? Priscosz rétor látogatása. Attila udvarában maga Attila is, a főurak is beszéltek a római birodalom mindkét nyelvén. Attila is tudott latinul is, tudott görögül is. Mit nem lehet ebben megérteni? Egy pártus királya maga idejében, ha görög nyelven drámát írt mondjuk Babilon városában, akkor behívta az idegeneket? Igen, pártus király görög nyelven írt drámát. Tehát tényleg az ember nem tudja és nem vesszük észre. Hát Trianon hatása nem marad következmények nélkül. Adi Endre ezt gyönyörűen, hát előtte megfogalmazza. Minden egész darabokban, minden láng csak részekben lobban, és azt hiszük, hogy tudjuk az egészet. Tehát vegyük észre a helyzetet, mert gyógyítani kell. Tehát minden egész darabokban, nem ilyen kis közösségekben, kis lángokban, de még sajnos úgy tűnik, hogy messze vagyunk attól, hogy a sok apró kis őrlánk, az találkozzon egymással. Már elindultak a lángocskák egymás felé, de egy-egy lángot hihetetlen könnyű elfújni. És erre kellene odafigyelni. Ha lángok beérkeznek, egyre több láng, egyre több hely, nem lehet elfújni. Elfújhatatlan. Kiiktathatatlan.
Tehát 12 koronás király hódolt neki. 12 herceg, 30 gróf, lovagok, apródok, fegyveresek szám nélkül. Ez a király emberséges és igazságos volt. Soha párját nem fogjuk találni. Kiderül, ezt írja Papp Gábor is a maga tanulmánykötetében, hogy hát azért itt egy kozmikus királyságról van szó. Hát 12 koronás király. Most az esztendő körében mit jelent a 12? Ki sem merem mondani. 30-an vannak mondjuk a grófok, ha jól emlékszem. Na mi van az esztendő körén belül, ami ennyi? És igazságos volt, emberséges volt, és soha párját nem fogjuk találni, és pont olyan a kerete Attilának, most ne értse félre senki, igazságos, jóságos, és 12-en veszik körbe. Sol Justitiae, igazság napja. Kik veszik körbe? 12 apostol. Hogy érthető legyen. És ez nem azt jelenti, hogy ez pogány, az keresztény, hanem egyetemes. Tehát ha egyetemesen vallunk a világról, akkor egy nyelven fogunk beszélni. Ha egy nyelven megbeszéltük a dolgokat, utána a részleteket megtárgyalhatjuk. Tehát megint az egybelátás próbál meg hangsúlyozódni. Aztán csak azért is alapon, de majd ezzel is fogunk foglalkozni, idézem Petrus Ranzanus Mátyás király idejéből. És hát a Bonfinit is fogom idézni. Én kiderült, hogy én nagyra tartom Bonfinit. Hát Attiláról, ahogy ír, azért ne felejtsük el, Bonfini itáliai. Tehát ez mit jelent? Attiláról úgy ír, hogy rá se ismerünk. Hát ő római szemszögből fogja nézni Attilát. De vannak pillanatai, majd idézni fogom, ahol ezt elfelejti. És akkor ővele is meg lehet beszélni, hogy Bonfini kartárs. Bonfini Antal. Hát ha Attila ilyen volt, akkor hogy mondhatott és cselekedhetett olyat? Tehát megint, hogy érthető legyen. Ha van, ott van 1000 oldal, az nem jelenti azt, hogy ez szentírás. Ez azt jelenti, hogy egy felnőtt ember, aki már bizonyos tapasztalatokat szerzett, azért csak van azon a szinten, hogy megérti, hogy az idegen ajkú, tollú Bonfini hol, hogy úgy mondjam, saját világa javítására nyomja meg a tollat, hol pedig úgy nyomja meg, hogy mondjuk igazat fog beszélni. Hát ezt lehet látni, nézi valaki a televíziót. Lehet látni, na most hazudik, most igazat mond. És ha valaki nagyon jó, akkor a hazugságait nem elnézzük, hanem minek tudjuk be. Tulajdonképpen nem tudásból fakadnak. És majd megmondjuk neki az igazat, megbeszéljük vele, és akkor lehet, hogy nem lesz ebből semmi probléma. Tehát Petrus Ranzanus írja. Nápoly és Szicília királyságának bíboros főpapja. Attila örök emlékezetre méltó férfiú volt. Puff neki. Gondolom megint észrevettünk valamit. A római keresztény anyaszentegyház püspöke. Ide jön követségbe, ír egy krónikát, és mit ír? Megint Mátyás idején vagyunk. Attila örök emlékezetre méltó férfiú volt. Tehát megint mi van Szent István körül? Már rég ezen túl kéne lépnünk. Tehát, akinél sohasem volt és lesz hadi erényekben kiválóbb. Na igen, ám de ezzel van egy probléma. Külföld Attila nagyságát csak a hadi győzelmei alapján méltányolja és tudja elhelyezni. A magyar hagyomány nem. Ezt honnan tudjuk? Itt van a képes krónika, emlékezzünk vissza. Nem a katalonumi csatát emeli ki, ami a népek csatája volt. Képes krónika képben meg sem örökíti. Aquilea ostroma. Na most mi ez az Aquilea? Hát, ha tudjuk, hogy Aquilla, Aquilus, ez sast jelent, és tudjuk, hogy a lengyel-magyar krónikában is, varsói krónika, amit magyar nyelvre egészében csuda tudja, hogy miért lehet, hogy zuk fordításban megjelent, én még nem találkoztam vele. Tehát az nem úgy lengyel-magyar krónika, hogy
az Lengyelországban íródik, Varsói Krónika az eredeti neve, csak hát a magyar történelem gerincét. És ott a magyar, például Könyves Kálmán, Aquilla néven jelenik meg. Attila Aquilla néven jelenik meg. Na most, ha a világ Attillát Aquillának nevezi, Sasnak, és ő Aquilleát ostromolja és beveszi, akkor a magyar hagyomány miért ezt tartja Attila legmagasabb rendű haditettének? Mert saját magát győzte le. Tehát ott emelkedik fel arra a szintre, ami Attilában tényleg odolérhetetlen és nemes. Aki nemzetének, amelyből született, halhatatlan nevet és dicsőséget szerzett. Nem kérdés, hogy Attila magyar vagy is hun. Tehát rólunk van szó, magyar történelemről van szó, amelyet sohasem lehet eltörölni. Milyen optimista 500 évvel ezelőtt. Hát nem lehet eltörölni, mert ami van, azt nem lehet eltörölni. Viszont előttünk lehet a szemellenzőt, így szépen a redőnyöket, reklámfényeket, blabla szövegeket 3D-be kivetítve. Tehát az igazságot tényleg nem lehet eltörölni, és ez az óriási nagy remény, bármikor rá lehet találni. Miért? Mert van. Tehát nem az igazsággal van probléma, hanem a mi hozzáállásunkkal, hogy nem vesszük észre. Nem. Ha keressük, előbb-utóbb viszont úgyis bejön a képbe. Újra fel kell tehát keresni, vissza kell szerezni, és hát erről volt szó egyébként, erényekkel megtartani a hazát, amely az oly híres férfi testét és sírját őrzi. És ki lehet találni, milyen korban vagyunk a krónikában. Álmos vezér korában. Tehát erényekkel. És Attila király országának nevezik. Olyannyira, hogy meghökkentő a tétel, hogy egy változatot tudunk, ami nagyon magas rendű. Tehát ez a Regnum Marianum, ez a Mária országa, Mária e királysága. Csak hogy a középkorban van még valami, amit így hívnak Terra Regis Attilae, Attila király földje. Tehát Magyarországnak két, hogy úgy mondjam, izgalmas és lényeges vonatkozása jelenik meg. Szűz Mária a királynője, és Attila király földje. Tehát megint a kérdés. De már fel sem merem tenni, mert már én is érzem, hogy ez most már azért fájdalmas lenne, tehát általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. Aztán szünet előtt még egy idézet. Hát lehet, hogy éppen ezzel kellett volna kezdenünk, és nem ezzel kezdtünk. De bocsánatos vétek, majd látni fogjuk, hogy ez miért jó ez az idézet. Na ez most Thierry Amadé könyvéből való. Ez nagyon híres, mert annak idején a legtöbb olyan előadás, amit mondjuk Papp Gábor tartott Attiláról, ezt mindig felolvasta. És a lényeg, megint gondoljuk még, egy francia történész fogalmaz meg nekünk olyat, amit ma népnemzeti szintben, mert odáig még eljutunk, el szoktunk jutni, hogy milyenek azok a honfitársak, akik ha elmennek Párizsba, és ott egy francia értelmiségi, vagy egy egyszerű ember az utcán azt mondja, hogy magyar, és akkor már mondja, hogy te hun vagy, Attila király, és ha valaki dörzsölt városi értelmiségi, akkor letagadja. És ezt népnemzeti oldalon úgy megvetjük. Hát azt mondom, hogy nem egészen alaptalanul, mert ez egy identitászavart jelent. És identitászavarral soha a világ történelemben jó pontot nem lehetett szerezni. Na de, Thierry Amadé, érdemes odafigyelni valamire. Attila, Árpád, na idáig nyomon szoktuk követni, és Szent Istvánban van megfogalmazva. És most jön a koppányos dalárta, és fel van háborodva. Hát tessék, Thierry Amadé szól. Tehát megint az apróság. Még a 19. század tőlünk nyugatra lévő értelmiségiek jobbjaiban is sokkal több spiritus van és éles látás. Olyannyira, hogyha valaki visszaemlékezik arra sokat emlegetett műre. Mindig emlegetjük, nem az erény, azok vannak, mert különben nem emlegetnék, csak történelmileg hiteltelen. De mint színmű, zenei mű, kifogástalan, csak
történelmileg hiteltelen, és mert éjjel-nappal ez van történelem helyett, hát már egy kicsit furcsa a dolog. Hát ott egy Szent István, hogy úgy mondjam, befejezetlen Szent István tiszteletére nyitány. Ki volt a zeneszerző a filmes változatról? Ludwig van Beethoven. Szent István nyitány. Na most Beethoven Attila királyról operát akart írni. Tehát akkor Attila és Szent István valahogy ott vannak. Semmi ellentmondás nincs. Tehát, és azért Beethoven, hát azért mindenki tudja, hogy mégiscsak kiváló zeneszerző volt. És nemzeti elfogultsággal javunkra nem lehetett megvádolni. De olyan nincs ezer éven keresztül, hogy nyugat kap Szent Istvánt, és nincs ott Attila. Velünk van megint a hiba. Ezer éven keresztül a magyar történelem Attila alapozottságú Szent István oldalfalaival. És utána jön Szent László tetőként, adott esetben. De hát ezt lehet cifrázni. Attila Árpád és Szent Istvánban van megtestesülve a három korszak, amelyre a magyar nép hős története oszlik. Tehát a magyar népnek nem akármilyen történelme van, hős története. Hős történet. Magyarul üdv történet. És e jellemmel tűnnek ők föl a hagyományban, hogy az idő különbözése dacára is egy közös cselekményre összeműködnek, és egymás fiai nem csak test, hanem lélek szerint is. Attila szelleme bolyge hős költeményi trilógia fölött. 1864. Tehát Attila szellem, Szent István, még csak nem is Árpád. Miért? Mert Árpád Attila örökét veszi vissza. De megmarad vezéri rangban. Szent István pedig a magyarok első királya. Ki a magyarok első királya? Attila. Tehát Attila, Árpád és Szent István. Attila szelleme bolyge hőskölteményi trilógia fölött. Uralkodik rajta és betölti azt. Nyílt vagy titkos közbejövetelével. Mint a magyar nemzet elválhatatlan védura, nem marad idegen attól létének egy fejleményében sem. Midőn a nemzet változik, ő is vele változik, átalakul vele együtt, és mindenben övé a főszerep. 1864. 864 évvel azelőtt lép trónra Szent István. Tehát ha Szent István nem vállalja, kigyomlálja, akiket betelepít, rátelepednek a nemzet nyakára, mi már nem magyarul beszélünk. És nem ilyen himnuszunk lenne. És az országház épületének vadásztermében freskó, tehát ez azt jelenti, hogy frissen festették le, ezt nem akarok tanácsot adni, de az örök érvényben ott marad a falon. Azt nem lehet leszedni, csak a vakulattal. Attila király vadászata. Hát azért ennél többet nem lehet ám produkálni. Nem beszélve arról Kós Károly, aki annak a kornak kezdetén már megjelenik, mint kiváló építész, kiről ír hőséneket? Attila királyról való énekek. Nem tűnik fel, hogy mindenki, tehát 100 évvel ezelőtt, Csontvári Koszka Tivadar, ismerős a név? Hát elhívása lesz festőművész. Kinek az útjára tereli rá őt az elhívó hang? Leírja jegyzeteibe, önéletrajzába, minden írásába. Hát Bálbekig vezérli. Attila király. Attila elhívása, Attila történelme, a mi Attilánk elhívása nem a Kárpát-medencében volt. Csontvári mitikus történelme szerint, hanem Bálbekben. Na most a hagyomány szerint a több tízezer éves, de tízezer évet adnak neki, bálbeki szentély építésére kiadott utasítást, Nimród. Hol érzékeli az elhívó hangot legerősebben Csontvári?
Baalbeknél. És szinte meg is jelenik porfelhőkavarodás, ő maga mondja, megjelenik Attila, fölötte kardot turul sastart a kezében, koronás fejű turulmadár, és megszólal egy hang, te leszel a világ legnagyobb hadvezére, letöröd Rómát, és nemzetednek elfoglalott Pannóniát. És itt találkozik 1905-6 tájékán egy művész elhívása és Attilának a világtörténelmi elhívása. József Attila. Hát most lesz 111. április 11. születésének évfordulója. Curriculum vitae-be leírja. A kisgyermek korában Attila királyról szóló olvasmányok kerültek a kezébe, és onnantól kezdve egy magyar költő nevét nem írja le az önéletrajzába. Mit mond, miért lett ő magyar költő? Aki meghallgatja a mások véleményét is. Mert Attila királyról szóló olvasmányok adták meg neki az indítást. És ő mondja, nem csak azért érdekeltek a nagy királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila. Most kell még több. Hát ezek egy döbbenetes tételeken. És én emlékszem, nem volt olyan irodalom óra annak idején, hogy erről soha, szóval tulajdonképpen minden irodalom óra olyan volt, hogy erről mintha ott se lett volna. Megtanultuk József Attilát, elsírattuk a életrajzába. Mi, mint tanulók nem kérdeztük meg, hogy bocsánat, mit keres itt Attila király? Egy tanár nem figyelmeztetett, hogy ez Attila király. Na de abban az esetben is, hogy általad nyerjen szép hazát Bendegúznak vére. Tehát lehet ám úgy tanítani, hogy pont a tanítás nem mond semmit. És mivel oda-vissza a kapcsolat, abban a pillanatban az ifjúság, a gyerekek nem fognak eszmélni. Hát mi se eszméltünk. Miért? Mert a tananyagban már jött a követ. Nincs idő elmélkedni. Tehát Attila szelleme bolyge hőskölteményi trilógia fölött, azt már el is felejtem mondani, de már elhangzott. Hát a reformkor, meg azt megelőzően nem Bocskainak hívják eredetileg, pedig Bocskai. Hogy hívnak egy viseletet? A szabadal Attilának hívják. Hát a magyar ifjúság Attilába öltözik. Hát csak nagyon ostoba ember lehet az, aki arra gondol, hogy Attila és Attila között egy viselet között, egy jellegzetes magyar viselet között semmiféle kapcsolat nincsen. Ezt Petőfinek kellett volna megmagyarázni. Ott a Pélvaxban. Hát valószínűleg az illető nem jött volna ki egybe. Adott esetben. Tehát Attila szelleme bolyge hőskölteményi trilógia fölött uralkodik rajta és betölti azt nyílt vagy titkos közbejövetelével. Tehát ez még egyszer ismétlés, mint a magyar nemzet elválhatatlan védura, nem marad idegen attól létének egy fejleményében sem, midőn a nemzet változik, ő is vele változik, azért ismétlem, mert Csontvár idejében már nem lehet hadisten kardjával. Csontvár idejében már nem lehet hadisten kardjával, miért? Mert akkor tollal, mondjuk egy József Attila. Tehát Attilaság változik, de mi az, amit a nemzetből kihoz? A leghatalmasabb szellemi teljesítményeket. És ha valaki tudja, nem árt, hogyha meg is hallja, és újra tudatosítja, még Nagy László is szabad versei egyikében a kozmosznak és a léleknek világra jöttéről hogy ír? Most röviden, ez nem más, mint maga Attila. Még Nagy László és 70-es években, halál előtti években. Tehát, na, röviden és tömören még a nagy szünet előtt idézem Túróczi János krónikáját. Sors kegye, eljött újra a hunok hajdani fényes korszaka, csak hogy kiről van szó Mátyás napján? Mátyás királyról. És Mátyás királynak nincs egy Szent István ellenes intézkedése sem. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, különösen hangzik,
de nincs. Oklevelében pedig elmondja, hogy Szent István ajánlotta fel Szűz Máriának Magyarországot, és Szent István érdemeiért tudjuk az ország határait megtartani. Mátyás király, ő sem jó. Őt hívják második Attilának, és Túróczi János, amikor a krónikájában elérkezik, Mátyáshoz ezt írja: sorskegye, eljött újra a hunok hajdani fényes korszaka, melyben Attila király aratott diadalmat. Na hát, annál nagyobb diadal, hogy elrendelünk 7 óra előtt 2 perccel, 3 perccel egy gyors szünetet, annál nagyobb diadal nem lesz, de még hogy legyen ráadás, Molnár Zoltán egy-két apróságot elmondani. Tehát ez a 300 év az időszámításba való betoldás. De hát még, mivel Attila király korában vagyunk, ez majd akkor lesz a mi menetünkben probléma, hogy mikor volt a magyarok második bejövetele. Itt a képes krónika okán már néhányszor elhangzott, hogy semmilyen magyar krónika nem tud 895-96-os honfoglalásról. Ahány krónika, annyi gesztát is beleértve, tehát Anonymus gesztáját, Kézai Simon krónikáját és a képes krónikát, annyi, hogy úgy mondjam, időszámítási útvonal van, de amiben közös, hogy Attila és Árpád magyarjai közé évszázadok nem ékelődnek be. Tehát az ötödik nemzedékre a magyarok már visszajönnek Pannoniába, vagyis a Kárpát medencébe. A továbbiakban a képes krónikából idézek. A képes krónika, hát ezt már tárgyaltuk, részleteztük, tehát eleve 7 miniatúrán keresztül, ahol Attila is szerepel, 7 képen mutatja be Attila király életét. A Geréb László féle fordítás és a régi fordítások, azok nem mindig szó szerinti, vagy lényeg szerinti fordítások. Attila korszaka úgy kezdődik, hogy Attila magyar királyá választásáról és győzelméről. Hát az a helyzet, hogy az eredeti szövegben, sajnálom, hogy most éppen az a változat nincs, nem ez szerepel, hanem egy egyeduralmi tényezőként jelenik meg Attila, és az egyeduralkodó, egyeduralmi tényező bontja ki a győzelmet. A két megfogalmazás között látszólag nincs különbség, de az, hogy magyar király, az is egyetemes, hát az vitathatatlan, tehát Attila magyarok királya volt, ezt a címet használta. De a címszó, ami őt elindítja a krónikában, az egy nem túl pontos a megfogalmazás és félreérthető, tehát nem csak a magyarságot hangsúlyozza, hanem egy egyedi, tehát egy rendkívül fontos egyetemes jelentőségű ügyről van szó, az uralkodásról, a szakrális királyságról és a győzelemről. A Jelenések könyvében ez ott válik láthatóvá, amikor a hétpecsétes könyvet feltörik, és úgy mond, kijön az első pecsét feltörése után egy olyan lovas, ő az apokalipszis lovasainak a nyitányaként jelenik meg, csak semmi bajt nem okoz. Tehát nem pusztít, nem rombol, nem okoz háborút, tehát fehér lovon jön ki, ugyanakkor pedig íj és nyíl van nála, és korona adatik néki, és kijöve győzve, hogy győzzön. Most egy válságos világkorszakban maga a Jelenések könyve mondja el, ezzel a tulajdonságkörrel lehet győzni. És a krónikáinkban ez a tulajdonságkör, ez végeredményben attilai minőségként mutatkozik meg. Az Úr megtestesülése után 401. magyarok Pannoniába történt bejövetelétől számítva 28. esztendejében a magyarok, vagyis a hunnok, tehát a magyar és a hun az ugyanaz a nép. Az nem jelenti azt, hogy mondjuk a hunoknak ne lenne 1000, hogy úgy mondjam, ágazata, változata, mert nyilvánvaló módon egy belső ázsiai fehér vagy fekete hun, aki antropológiai azért mégsem direktbe
ránk fog emlékeztetni, az ugyanúgy a rokonsági körbe tartozik, csak valószínűleg nem azon az ágon, azon a főágon. És majd látni fogjuk, hogy Scitiát minden időkben, még Bonfini is így ír róla, majd idézni fogom a szöveget, a népek szülő bölcsőjének nevezik. Tehát valószínűleg ez is az egyik oka annak, hogy bárhol járunk a világban, úgymond rokonokra fogunk találni. Vagy együttérző atyafiakkal fogunk találkozni. Amit Attiláról ír, hát ő ezt így fogalmazza meg, hogy öccsét Budát rendelte fejedelemmé és bíróvá a Tisza folyótól a Donig. Mi lehet itt a megtévesztő? Az, hogy ezek a középkori folyó, folyamnevek, földrajzi nevek, ezek nem mindig vetíthetők rá a mai földrajzi nevekre. Hát ha valaki a kaukázusi őshaza kérdés vonatkozásában egy évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor itt volt, vissza tud esetleg arra emlékezni, hogy képes krónikából idéztünk, és éppen a Don folyóról volt egy kis leírás a képes krónikában. És mi volt a leírás? Hegyekben ered, áttöri a havasokat. Most a mai Don nem ered hegyekben, semmiféle havasokat nem fog áttörni. Tehát egy kicsit, hát nyilván a 300 év és a betoldás okaként is, azért ahol lehet összezavartak fogalmakat és összezavartak tényeket. Na, olvasom tovább, mert lesz még meglepetés. Magát magyarok királyának, földkerekség rémének, hát nem földkerekség rémének, tehát magyarok királya, Malleus Orbis, ez nem csak földkerekség rémét jelenti, hát ilyen világ pörőjét is. Tehát a fordítás már így tud mondjuk egyfajta programozottságot adni. Isten ostorának nevezte. Tehát maga Attila saját magát, Malleus Orbis Flagellum Dei, tehát világpörője Isten ostora. És nyilván az Isten ostora az a híresebb változat. A pörőjének nagyon sokféle megnevezés van már, mint a Malleusnak. Jelent magát pörölyt is, jelent fokost, tehát tágabb értelemben jogart, buzogányt, bunkót, tehát tulajdonképpen valami kemény végződésű tárgy, amivel lehet ütni. A Flagellum Deinél nincs ennyi olvasati lehetőség, mert vagy ostor, vagy korbács, egy biztos ostorral embert nem szoktak olyan módon bántalmazni, hogy korbáccsal. Ezt gondolom tudjuk. Viszont nagyon érdekes a hatalmi jelvények vonatkozásában egy nagyon távoli analógia, ezt mindenki számon tartja, említeni szokták, és majd itt a hármas koporsó okán még visszatér a téma. Adva van az uralkodó, egyik kezében van egy kampos végű bot, a másik kezében pedig egy ostor, és így keresztbe teszi a kezét, és így tartja hatalmának felség jelvényeit. Tehát ez egy kicsit, hangsúlyozom, ez egy kicsit, ténylegesen rárímel Attila király felség jelvényeire, hát a fáraók kezében, és hát az első olyan Isten király kezében, aki a túlvilágon is úr, Osiris kezében szerepelnek ezek a felség jelvények. Az ostor és a Malleus Orbis, tehát a Flagellum Dei, ez tőlünk keletre végig, még a sámánizmuson belül is megjelenik. Én most csak egy magyar népmesét idézek, hogy ennek a szerepkörének az ízére ráérezzünk. Van egy olyan magyar népmese, hát sok ilyen van, hogy feldarabolják a mesehős, tehát meghal, ugyanakkor összeszedik mégis minden apró csontját, bontját, egy zsákba teszik, rákötik a lovának a kápájára, elindul, hazaérkezik, ott a sárkánysógorok, vagy éppen akik segítenek neki, azok elkezdik, és itt jön a lényeg, bemennek az acélműhelybe, ráteszik ezt a zsákot az ülőre, és kalapáccsal elkezdik addig verni, amíg a zsáknak, a zsákban lévő sokféle résznek megint emberformája lesz. Majd egyet cserdítenek az ostorral, és hirtelen feltámad az, aki azelőtt halott volt. Tehát nagyon érdekes az, hogy a néphagyományban ez a két jelvény, ami Attila felség jelvénye, és magát, maga magát nevezi így meg, mert azt mondja, én vagyok Isten ostora. Tehát ez el is hangzik.
Olyan nem, hogy én vagyok Isten kardja, de az Isten ostora személyesen jelenik meg, pedig Isten kardjának is birtoklója. Na most úgy tűnik, hogy ezek a fejedelmi vagy uralkodói felség jelvények, ezek tevőlegesen többek között, hangsúlyozom, többek között a magyar néphagyomány tanúvallomása szerint, hát bizony ott vannak a feltámadás segítő eszközök világában. Nem meríti ki ez, de már valamire rávezet bennünket. Na aztán, Bendegúz fia, tehát Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, ez talán már elhangzott a képes krónika okán, hogy itt nincs tévedés, mert ilyen királyi cím, ahol valaki Isten kegyelméből uralkodó, egyetlen egy vallás keretébe helyezhető el. Tehát hangsúlyozom, egyetlen egy vallás keretébe helyezhető el, hogyha valaki címzésében az szerepel, hogy Isten kegyelméből. Hát mindenhol mindenki Isten kegyelméből, de ez a keresztény vallásnak a sajátos megfogalmazása. Ázsiában az ég fiának hívják, gyönyörű megfogalmazások vannak, és nincsenek távol ettől, de ennyire konkrétan, hogy Isten kegyelméből, hát gondolom középkori oklevelek. Hát még Bethlen Gábor is gyakorlatilag erdélyi fejedelemként így címzi, hogy Isten kegyelméből. Tehát Attilát 1358-ban a képes krónika írásának idején, Nagy Lajos korában, kimondva kimondatlanul, de nem kereszténységtől idegen uralkodónak tekintették. Az más kérdés, hogy nyilván ez nem a római kereszténység volt. Tehát ez nem kell nekünk ezen most fennakadnunk. A nagy magor unokája, na itt van egy kis váltás, miért? Mert minden krónika változatban itt Nimrodnak a szerepe, neve szerepel. Tehát a képes krónikában ezért mondom azt, hogy vannak eltérések, miért ne lennének. Tehát itt valószínűleg a képes krónikán belül egy hunor-magyar szerepkörön belül nagyon hangsúlyozza a magor szerepkört. Miért? Mert azt most nem fogom végigvenni, de amikor levezeti Attila király nemzetségét, de Árpád vonalán, tehát időben már előrébb vagyunk, akkor nem hunorra és magyarra vezeti le, hanem egyszer csak ott vagyunk hunornál. És hunor a fia Nimrodnak. Magort ott már meg sem említi. És ha elolvassuk, akkor mire gondolni? Na hát ennyit ér a képes krónika, nem is tudja, hogy hunor és magyar. Más a logika. Tehát nagyon helyén van. Tehát úgy tűnik, hogy egy hunori ágazatnál jelenik meg Attila, tehát egyenesen, ugyanakkor pedig ő a magyarok királya a címeiben, és egy magori szerepkört kell, úgy, ahogy a nagyapa és unoka kapcsolatán belül egy tanítást megvalósítani. De Túróczi János krónikája egy kicsit, hogy úgy mondjam, jobban és világosabban szól nekünk, és más krónikák, tehát mindig Nimrod szerepel. Itt van egy eltérés. Aztán olvasom tovább. Ki Engadiban nevelkedett. Hát Engadi, ez mindenkinek a fejébe úgymond megjelent, hogy most hol van ez az Engadi, hol kell keresni. Holtenger partján érdekes módon van Engadi nevezetű település. Olyan település, hogy még kis vízesés is van ott a környéken, és csak érdekességként mondom, de az, hogy hány helyen a Kárpát-medencén belül és kívül mutatják ki az Engadinak a név változatait, ez egy külön kérdés. Az, hogy magyar nyelven ez mit jelent, ezt viszont tudni kell. Enged. Tehát Engadiban nevelkedett. Az íj és a nyíl ösvényén, vagy a turulsólyommal való vadászatnak az útján, és minden magasrendű emberi teljesítménynek a szintjén, hol van a legkritikusabb pillanat? Vagy a gyereknevelés? Hát mit engedjek, és mit ne engedjek annak a gyereknek? Aki pedig íjászattal foglalkozott, az pontosan tudja, akár lovas, akár talpas, és azért mégiscsak ífeszítő népek világán belül vagyunk, magyart azt mindig a nyilas tulajdonságkör mentén, a lótulajdonságok mentén tartották számon. Most a nyilazásnak a legdrámai pillanata az a, miután kifeszítik az íjat, pont az elengedés. Onnan tudjuk, hogy valaki kezdő íjász,
hogy az Újja hegye tele van sérülésekkel, ne adj Isten, tele van ilyen fáslis kötésekkel. Tehát nem is olyan könnyű elengedni. Tehát az, hogy valaki célba talál, az gyakorlatilag a megfeszítés után, meg a célraállás után mindig az engedés fogja eldönteni. És a vadászatot is sólyommal. Tehát hogyan tudom röptetni, hogyan tudom engedni. Ez nem engedékenységet fog jelenteni, hanem amit mondani szoktak, el tudod engedni saját rossz tulajdonságaidat. Hányszor van az, amikor görcsös barátunk, eszmetársunk, vagy éppen mi görcsölünk, hányszor kapjuk tanácsként azt, ugyan engedd már el. A halottat is el kell engedni, mert nem tud elmenni. Tehát egy rendkívül fontos szellemi tanulsága van annak, hogy ő hol nevelkedik. Megfogni bárki tud, elengedni. Tehát amit megfogunk, azt mikor kell elengedni? Leginkább volna a gyereknevelésre gondolunk, hogy mikor engedhetem el egyedül el. Mert ha előtte engedem el, baj lesz. Ha sokáig húzom, akkor megint baj lesz. Tehát a megfelelő pillanatban elengedni. Erre nagyon, amilyen egyszerűnek tűnik, annyira nehéz megvalósítani. És hangsúlyozom, itt egy íjfeszítő népek világán belül vagyunk, az íj és nyíl ösvényén, hát van egy ilyen meditációs út, ez a zen buddhizmusban alapvető út, de megvan a csan buddhizmusban is, megvan mindenféle keleten lévő szellemi úton. Ez talán múltkor már elhangzott Nimród okán, hogy a sámánizmuson belül is az elsődleges révülési eszköz az nem a dob, hanem az íj és a nyíl. És nálunk még a 19. században is nyílhúzással sorsoltak ki földeket. A néprajzi irodalom még számon tartja, 19. században, gondoljuk végig, nyílhúzással. Hát hol vagyunk már nagy múltbéli távolságoktól? És van egy kiváló, hát ő német származású volt, és Japánba került be egy buddhista kolostorba, és ő írt egy könyvet az íj és nyíl ösvényéről, Herrigel, nem is tudom, hogy mi volt a másik neve, és éveken keresztül tanulta az íjászatot. Tehát nagyon szépen leírja azt, hogy az első évben tulajdonképpen az íjjal és a nyíllal foglalkoznak. Utána sok év úgy telik el, hogy csak megfeszítik. És ő írja le, hát főleg egy európai észjárás, mi a legnehezebb. Elengedni. És ha eljut oda, hogy el tudja engedni, teljesen mindegy, hogy csukva van a szeme, oda néz, hát gondoljunk Kassai Lajosnak a munkásságára, hát valaki vágtató ló hátáról visszafelé fordul, és elenged egy nyilvesszőt, ott nincs idő arra, hogy az ember úgy nézze a célpontot, hanem egy belső ráhangolódás, és amikor a lónak szinte minden lába fent van, amikor ő úgy ül a nyeregbe, hogy szinte teljesen elengedett mindent, na akkor egy elengedett nyilvessző az biztos, hogy célba fog találni. Tehát megmerem kockáztatni az engadiban való nevelkedés, eznek nyilván van földrajzi megnevezése, csak hát gondolom észrevettük, hogy mi egyfajta mondai, szellemtörténeti keret között tájékozódunk most elsősorban. Aztán majd jöhet a történelmi szint. A hunok, médek, gótok, dánok királya, földkerekség, ijedelme, Isten ostora, tehát ezt már megtárgyaltuk, világ pörője, Isten ostora, lehetne ezt így is megfogalmazni, hanem hunok, médek, gótok, dánok királya. Hát ebből már a dán is egy izgalmas dolog Koppenhágával, koppány mondjuk esetleg, névadóként, vagyis a koppányi minőség, de mit keresi Dánia? Aztán mi az, hogy méd? Hát már pedig ő méd, de királya is. És leírja a képes krónika is, hogy Attila viselete leginkább a méd viseletet követte. Na most hol volt Média? Mezopotámiában. És akkor megint kinyílik egy Baktria felé egy hatalmas nagy, hogy úgy mondjam, kapurendszer.
Olvasom tovább. Attila sötétbarna bőrű, fekete, haragos szemű, hivalkodó járású, széles mellű volt. Hát így akarjuk Attilát megismerni, nyilván megijedünk tőle. Ezt be lehet látni. Amit ilyen sötéten írnak le, az a napcserzett. Találkoztunk már vele. Tehát aki állandóan kint van a szabadban, éjjel-nappal hadjárat lóháton, hát annak most ennyit számít az, hogy valakire azt mondják, hogy fekete bőrű. Hát jó, hát most lehet ilyet találni, de teljesen más van az eredeti szövegben. Hivalkodó járású. Miért hivalkodna? Büszke járású. Hát még népdalok is megint. Szép a járása, büszke a járása, ez nem hivalkodást jelent. Ez egy olyan fejedelmi tartásból eredő járás, amit számon tartanak. Hát ne csodálkozzunk, hogyha velünk, mondjuk ilyen fordítások révén, így elfog bennünket hirtelenjében az indulat. Mert szeretnénk mondjuk közel kerülni Attilához, és akkor olvas valaki egy ilyet. Hát a szeméről pedig haragos szemű, megint csak. Lehet ezt ám így is foglalkozni, hogy hát a szem az a lélek lámpása. Teremtői lelkület, a teremtő minden nép műveltségében, amikor ábrázolják, nem virágcsokrot tart a kezében, hanem villámcsokrot. És milyen Attila tekintete? Ez Priscos Rétor is leírja, Gárdonyi is átveszi. A fiai szemlesütve ülnek a trónus lábánál. Nem azért, mert nem mernek ránézni. Elmondok egy olyan történetet, ami hát lehet, hogy félreérthető lesz, de mivel ismert eset, legalábbis Békés Csabán így hallottam, egy családon belül történt, ahol a nagyapa idős pásztorember volt. És született a kisunoka. És meg is halt a kisunoka. Majd született még egy, és egyszer csak rá döbbentek valamire. Milyen tekintete volt a nagyapának? Nagyon szúros. Szemmelverésről gondolom hallottunk. És lehet ám úgy is, hát ma már nincsenek olyan tekintetek, de azért képzeljük el a pásztorvilágba, ahol farkasok szeme közé, elvadult bivajok, hát hogy állítják meg a bivajokat? Hát ezt Molnár V. József is el szokta mondani. Hát a bivajt nem lehet úgy megállítani, hogy vágtat felém, és így megfogom, hanem a lélek jelenlét és a tekintet, tehát hatalmas erőközpontosulnak. Ezért volt az még nem is olyan régen, hogyha egy gyerek született, sokáig nem nézhette meg akárki. Nem tudom, hogy ki tud rá visszaemlékezni. Tehát nem lehetett rögtön a csecsemőt fülnek, fának, harangvirágnak, szomszédnak mutogatni. El kellett egy kis időnek tennie. Tehát nem tudjuk, hogy mi. És ez nem azért, mert bántani akar valaki. Olyan szellemi erők áradnak belőle. És Attiláról villámló tekintetű. Tehát fények vannak a tekintetében, és ezek nem akármilyen fények. Aztán mit mond még róla? Széles mellű. Az a helyzet, hogy hosszú évszázadokon keresztül Mátyás királyról is mondják, mindenki az miért, hát eleve az íjászathoz hozzátartozik egy testalkot. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk feszíteni, hát nézzük meg egyébként a magyar történelmi festészetben egy Zrínyi Miklós, vagy bármelyik kortárs hősünket. Lehet érzékelni, csak az embernek nem tűnik fel. Itt hát nem ilyen kis beesettek, hanem lehet érzékelni, ilyen a mellkas. És nem azért, mert állandóan azzal foglalkoztak, hogy olyan legyen. Olyan volt az életvitel. Tehát eleve a szabjának a használata, az íjnak a használata, a lovaglás. Tehát gyakorlatilag minden, és hát egy bizonyos szinten túl pedig, hát egy széles mellű, az nyilván nagy lelkű is lesz. Most már a belső tulajdonságokat érintettük meg. Aztán hosszú szakált hordott, én nem tudom. A szakál az azt jelenti, hogy akaratosság. Tehát az azt jelenti, hogy az akarata sokáig elér. Gondoljunk az egyiptomi fáraóknak az álszakállára. Tehát, hogy ki milyen akarattal rendelkezik, az az állán mutatkozik meg. Fehér Ló fia című mesébe
a nagyon akaratos és másik emberét, könnyű szerrel elfogyasztó ételét, hétsingi, hosszú szakállú kapanyányi monyókot fehér lófia hol ragadja meg? A szakállánál fogva, mi meg önző az akarata. Tehát nyilván Attila nem az önzésről kapja a hosszú szakát, hanem az akarata az nagyon határozott. És ennyi elég. Hát a középkori és az ókori személyiség leíró szövegek, azok így már jellemeket is tudnak ábrázolni. És mód felett szerelmes természetű volt. Na, ez a szerelmes természetű, ez még elfogadható. Más változatokban ilyet találunk, hogy buja természetű, késóvár természetű. Na most az eredeti szöveg, hát latin nyelvű szöveg. A szó, ami ott szerepel, az a Venerus szó, ami semmi más nem jelent, mint vénuszi természetű. Tehát ha nagyon költői lennék, hogy fordítanám le? Esthajnal csillag természetű. És az esthajnal csillag vezérli a szerelmet. Tehát az, hogy mód felett szerelmes természetű, ez még így elfogadható, csak hogy maga Jézus mondja, hogy én vagyok a ma fényes felkelő hajnali csillag. Tehát az esthajnal csillag a szeretetnek, a szerelemnek a vezérlője. Megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze a pénzét. Ez azért nem utolsó szempont. Mondjuk Mátyás király kortárs Habsburg figyesőjét nem mondtak el soha, miért? Mert az minden vagyonát minden időben ládában tartotta. Leírja egyébként Bonfini, amikor elemzi Mátyást, és elemzi Habsburg Frigyest. Itt párhuzamos jellemrajzok. És elmondják, az egyik az nagyon fösvény volt, zsugori és kapzsi, mindent magának gyűjtött, és soha semmit nem adott ki, még a másik nagylelkű volt, adakozó természetű volt, és magának nem akart szinte semmit megtartani. Tehát megvan a magyar király viselkedésének, a mindenkori viselkedésének a mintája. Tehát megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze pénzét. Merészségben mértéket tartott, a harcban ravasz és körültekintő volt. Úgy mondták, testében meglehetős erő lakozott. Elhatározásában nagylelkű, fegyvere fényes, sátra holmia tiszta. Ez megint nem utolsó szempont. A tisztaság jellemző rá, hát innen eltűnt, úgy látszik, el kell Priscos Rétornak a könyve, amikor Priscos a bizánci császár követeként meglátogatja egy követjárás élén. Attilát, hát nem is annyira ő volt az élen, egy csapatnak a tagja volt. Emlékezzünk vissza, tehát a helyszíni beszámolóról van szó, tehát ott van Attila udvarában. Mit tartott Attila külsejének jellemzésénél említése méltónak? Tehát elmondja, hogy nagy pompa van a hun udvarban, mindenki gazdag, drága kövektől roskadazik, értékektől. Attilán semmi ilyesmi nincsen. Hófehér ruhában ül a trónon, és a tisztasága révén magasodik ki. Tehát a tiszták között a tiszta. Mert nyilván egy királyi udvarban mindenki tiszta. És ez az egyszerűség. Tehát egy igazi uralkodó tényleg ilyen. Tehát a legegyszerűbb ruhába olyan méltóságot tud magából árasztani, hogy a semmilyen méltóságos öltözetben nem lehet megmutatni. Egyszerűen belőle árad a méltóság. És hogyha valaki ennyire tiszta, akkor az tényleg tiszta. És ez azért nagyon jó, mert 1358 és a bizánci látogatás között, hát azért 900 év körüli távolságok jelenlegi időszámítás szerint, mert 300 évig elhangzott teljes joggal, ha van 300 év, én nem vonom kétségbe, nem 2015-öt írunk, hanem hát most lett vége a Rákóczi szabadságharcnak, 1715. És a precessziós nap felkelte hely, mert ez a lényeg. Tehát ha valaki mondjuk csillagászati könyveket már tanulmányozott, én emlékszem annak idején, de nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt. Jelentek meg olyan könyvek, hát minden gyerek könyves polcán ott voltak, vagy valaki tájékozódott. Nem azt mondom, hogy a precesszió jelenségét, hanem egy ilyen általános útmutatást adtak. És mindig feltüntették azt, hogy a halak csillagkép
elképzelt, tehát hogy megközeltek, hol lehet a napfelkelte hely, precessziós napfelkelte hely, mert tudjuk, hogy ez csillagászati jelenség, tehát ez azt jelenti, hogy 26 ezer éven belül, ez egy precessziós nagy világév, 2160 éves váltással, más és más csillagkép elő, állatövi csillagkép előterébe kell fel a nap. Jézus születésével indul a halakvilág hónap, tehát a nap a halak csillagkép előterében kell fel. Na most, ha 2000-et írunk, és 2160 évig tart egy világ hónap, akkor már igencsak a halak csillagkép, amilyen fordítva megyünk be, most félreértés, már igencsak a fejénél kellene lenni. Ehhez képest hol van? Hát, mintha még legalább 300 évig ott lenne. És gondoljuk, ez maga a csillagászati tény. Na de, visszaugorva, tehát úgy mondom, ő tulajdonságainak megemlítéséhez és leírásához, bőkezősége, közvetlensége miatt szerették az idegenek. Vagy külső népek, a népek, tehát nem Szent István, hanem annyira bőkezű Attila, hát emlékezzünk vissza, hogy ő világkirály, tehát az udvara, az világkirály rangú udvar. És az idegenek pont a bőkezűsége miatt kedvelik. Na most Mátyásról, a második Attiláról úgymond mondja el minden létező hagyomány, hogy a legtávolabbi tartományokból, országokból jeles férfiak azért jönnek Budára, hogy csak ránézzenek, csak találkozzanak egyszer Mátyás királlyal. És Mátyás királynak is milyen az udvara? Hát gyakorlatilag nem a magyarság rovására, hanem Európa kellős közepén világkirályi rangban. Tehát egy országnak már vannak szomszédai is. Szomszédoknak vannak szomszédai. Tehát egy király már nem csak egy kis körön belül kell, hogy tájékozódjon, hanem minél nagyobb léptékben tud tájékozódni, annál inkább ura saját környezetének és országának. Szigorú természete miatt pedig az övéik csodálatos képpen féltek tőle. Most ez azért döbbenetes, mert bármelyik nagykánról kapunk leírást ókori Kína idejéből. Szinte szóról szóra ilyeneket kapunk. Bőkezű az övéi viszont, tehát nem lehet, tehát engedékenyek vagyunk, de Mátyás király mindig őt hozom, például nagyon közvetlen tudott lenni. Na de nagyon szigorú is. Tehát azért egy királynak, meg hát egy apának, anyának is tudni kell, hogy hol legyek szigorú, és hol engedjek. És emlékezzünk vissza, ha vissza tud valaki emlékezni, leginkább melyik tanárokat szerettük? Aki szigorú, de emberséges volt. Ott érzett a gyerek egy kemény tartást, egy pozitív tartás. Tehát ez nem az öncélú, házsártos, mindenbe belekötő szurkapiszka pedagógus, aki szigorú, hanem aki tényleg rendet, fegyelmet, szigorú volt, számunkért, de árad belőle a szeretet. Olvasom tovább. A földkerekség végéről is özönlöttek hozzá a különböző nemzetek, ezeket tőle telhetőleg bőkezűségével árasztotta el. Seregével 10 000 kaszás szekeret járatott. Most ezt nyilván nem fogják ezért leírni krónikában, de Attila király, ha bajba jutott, vagy fenyegetett a baj, gondoljuk a katalin ütközetnél, elmondják róla, hova húzódik vissza? Szekértáborba, szekérvárba. Megemeljük a szempontot, és a csillagos égbolton, a bika és ikrek csillagképek fölött, ott van a szekeres, ott van a szekérvár bent a tejútban. Tehát ilyenkor mindig, mert különben nem hangsúlyozná. Persze, hogy van neki kaszás. Hát melyik a kaszás csillag? Ugyanitt egyébként. Ekliptika fölött, az állatöv fölött, a bika és ikrek csillagkép fölött van a szekeres, a bika és ikrek csillagkép alatt van a kaszás. Hát ha tiszta lenne az ég, kimennénk, látnánk. Hát ez az Orion csillagkép. Egyik neve. Miért kapja a kaszás jelzőt?
Mert amikor hajnalban majd nyáron fel fog kelni, akkor már azért elkezdődik az az időszak, akkor elkezdenek kaszálni. És van egy olyan csillagcsoportosulás az őve tájékán, tehát jön a három csillag egy sorba, egy forma, és így egy csillagfüzér egy úgynevezett fordított hetest alkotnak. Na de melyik szerszámra emlékeztet az? Hát a kaszára fog emlékeztetni. És itt már megint egy tulajdonságkör jelenik meg, tehát egyrészt az élet, másrészt a halál. Tehát pusztítva a bűrateremtő. Erő. Sátrait különböző országok módja szerint szokta elkészíteni. Az egyik oly nevezetes, oly pompás volt, hogy csodálatos módon aranylemezekből állította össze. Ezt tetszés szerint szétszedhették és ismét összerakhatták. Ennek oszlopai aranyból készültek. Belül üregesek, üresek voltak, aranykapcsokkal ellátva, s hajlataikba drága követ helyeztek el mesterséggel. Amikor hadba indult, istállója telve volt mindenféle országok beli lóval. Igen szerette ezeket, de könnyen el is ajándékozta, ha valakinek ló kellett. Tehát enged, adományozó. És melyik az a nép, amelyik tulajdonságait tekintve minden időben a ló, vagyis nyilas csillagképek és állatövi egy tájára helyeznek el és azonosítanak vele? Na most a magyar. Tehát a magyar született adakozó. Tehát adok neked lovat. Adok neked életet. Tehát adományozás. Nem visszafogás, hanem ad, és milyen áron? Úgy, hogy olykor lovaglásra magának is alig maradt egy-kettő. Hát ezt gondolom senki nem hiszi el. Tehát nem erről van szó, azért ez krónika, sűrítmény, üdvtörténeti. Tehát úgy ad, hogy nem kér vissza. És úgy ad, hogy tudja, hogy lehet, hogy neki is nem fog esetleg maradni. De akkor is kap. Mi? Mert az életet ajándékba kaptuk, és egy uralkodónak az életet tovább kell sugározni, adományoznia. Amikor hadba indult, tehát ezt már olvastam, istállói patyolattal, bársonnyal ékesültek, királyi nyergei pedig arannyal, drágakövekkel voltak kirakva. Na most ezért döbbenetes, ha elolvassuk Priscus Rétort. Mit ír? Attilán semmi ékszer, semmi fejedelmi jelvény, tisztaságával, tiszta fehér patyolat megjelenésével tűnik és emelkedik mindenki fölé. Akkor melyik az? Na most gondoljuk végig, melyik igaz? Mind a kettő. Tehát van, amikor ilyen ornátusban jelenik meg, maga második Rákóczi Ferenc írja, hogy igenis pont a hatalom mutatása érdekében, nem a pompa szeretet érdekében, a legnagyobb pompát fejtette ki az udvar tartásával. Kevesen tudják, francia király követe írja, tehát nincs véreértés. Mi úgy képzeljük el, legalábbis én sokszor arra gondoltam, hogy kuruc harcok ideje, háborúk ideje, hát nyilván egyik csatatérről megy a mozgó udvar a másikra, és kiderül, hogy amikor a francia király, a napkirály követe idejön, milyen jelentést ír? Soha ilyen pompázatos, fejedelmi udvart nem látott. Európa leggazdagabb fejedelmi udvara. Tehát mi minden tűnt itt el az évszázadok forgatagában? Írja ezt a világhírű pompát gyakorló napkirálynak. Tehát a francia követ írja, hogy olyan pompa és olyan fény Versailles-ban sincsen. Nincs ott a királyi udvarban a királynál, mint ami Rákóczi udvarában van. És Rákóczi szó szerint írja az emlékirataiba, csak a királyi méltóság kedvéért. Tehát a királynak tényleg ezt a szintet is képviselnie kell, de nem a pompa szeretet miatt, hanem hogy érzékeljék azt a hatalmas nagy fényt, ami ilyen tárgyi szinten is megvalósul. Asztal a teljességből aranyból készült, konyhaedényei szintén aranyból voltak. Csodálatos művű színaranyból készült ágyát táborba is magával hordozta. Hát az arany az a napnak a fényt. Hát lehet érzékelni, hogy maga a Attila király udvarának a felszerelése bármikor egy templomi felszerelésé változtathatóvá.
Ezekben és más evilági pompákban dicsőséges volt Attila, idegen nemzetségeken kívül serege 10 000, 10-szer 100 000 fegyveresből állott, úgyhogy mihelyt egy szítja elesett, nyomban másikat állítatott helyére. Népének védőfegyverei közé bőrből készültek, de különféleképpen feldolgozott ércekből is. Íjat, éles kopját, derekukra kötött kardot hordtak. Attila király pajzsán címert viselt, ez koronás fejű madárhoz hasonlított, ezt a címert a magyarok mindaddig, amíg a közösségek magukat kormányozták, Géza fejedelem Taksony fia idejéig, közösségek hadaikban hordozták. Na hát így jutottunk el a koronás fejű turulmadárhoz. Kézai Simon krónikájában a madarat megnevezi, tehát turul, és ráadásul még magyar nyelven odaírják, a képes krónika is egyszer megemlíti. Magyarul kerecsennek hívják. Na most a kerecsen, akárhogy nézzük, végeredményben egy madárnak a neve. Mondhatom azt, hogy koronás fejű, de a napja karácsonykor van. Milyen madár ez? Hát ez a bizonyos turulmadár. És itt már zárul egy üdvtörténelmi kör. Na, az utolsó nagy menetek közére érkezünk el. Hát először is a katalonumi csatáról valamit mondani kell, mert a képes krónika is részletesen beszámol róla. Igen ám, de van a história folytatása. Ez egy önálló fejezet, a történet folytatása. Lapozunk, megfutamítja a nemzeteket, következő fejezet. Attila király megvívja Aquileia városát, és hát itt látjuk ezt a bizonyos Aquileia ostromát. És Katalonumról pedig világi szinten leírja a krónikás is, meg visszhangozzák az évszázadok. Ember emlékezet óta, de az ókorba biztos, a világ legnagyobb csatája volt a katalonumi ütközet. És alig tárgyalják a krónikák. Miért? Egyrészt emlékezünk, királynak szól, az, hogy legyőzte a világot, rendben van. Magát hogy fogja legyőzni? Na ez Aquileia a bevétele. Tehát hogy tud saját magát maga fölé emelkedni? El tudja-e engedni saját magáról kialakított jó hírt, vagy rossz hírt, vagy képet? És ha el tudja engedni, akkor megemelkedett. Ha nem tudja elengedni a világhír hírnevét, akkor görcsösen ragaszkodik hozzá. Tényleg akkor lesz belőle egy evilági földi uralkodó. Az, hogy maga a csata milyen volt, tehát a népeknek a csatája, Katalonum egyébként egybehangzó vélemény szerint a katlonnak a hangalaki változata, hogy hol volt maga Katalonum, most én nem akarok senkivel vitatkozni, azt se tudjuk, hogy a mohácsi csatamező, tehát konkrétan ahol a csata volt, az hol volt. Tehát Észak-Franciaországtól, Észak-Galliától gyakorlatilag a mai Spanyolország területére, amelyik történész éppen hova gondolja, de ha katalán ügybe belegondolunk, és abban, amit én már múltkor tájt idéztem, hogy a képes krónika elmondja, hogy Hispánia honnan kapta a nevét. Tehát Hispánia. Tehát a mai ibériai félsziget, ahol már csak két ország van, Spanyolország és Portugália. És a Pireneusok északról pedig zárja a félszigetet. Tehát hogy honnan kapja a nevét? Az ispánokról. Kik voltak ezek? Attila király vitézei, akik, amikor elindul a nagy nyugati hadjáratra, ideje korán nem érkeznek vissza, nem tudnak a csatatéren csatlakozni, lemaradnak, és ilyen-olyan okokból pedig ott maradnak. És ez egy nagyon makacs hagyomány. És a katalán mind a mai napig Baszkal Egyetemben, de most csak maradjunk a katalánoknál. Emlékezzünk vissza, hát el akarnak szakadni ma is. Vannak úgymond önálló autonómián túllépő mozgalmak. Tehát rendkívül izgalmas a kérdés. Egy biztos, ha ott csata volt, és az eredeti helyet valaki megtalálja,
hát ott azért hatalmas régészeti emléknek kell előkerülni. És ez az, ami jelen pillanatban még hiányzik. A mohácsi csata helyszíne sincs meg. Elő kellene kerülni. Egy-két tömegsírt találtak. De a leírások alapján a dombok elhelyezkedése, a megáradt Duna, a lápos mocsaras vidék. Hát van egy hatalmas nagy terület, és ki hogy gondolja, oda álmodja vissza. Nem beszélve a pozsonyi csatáról. Tehát azért nem minden csatát tudunk konkrétan elhelyezni. Mi okozza magát a katalonumi csatát, tehát mi a lényege? Ez Szász Béla gyönyörű szépen leírja Attila Nagy Király című munkájában, és beszámol egy olyan felkerésről, ami Galliában robban ki a Római Birodalom ellenében. Ez egy szabadságharc. Valóban a mozgalom keretében, és ráadásul ennek a vezetője, ez végig menekül Nyugat-Európán, és Attila király udvarába kap bebocsájtást. Tehát van egy ilyen történelmi szál, de mi a lényege? Felszabadítás. De ez most szó szerint. Ugyanis a Római Birodalom a népeket, ezt megint mindenki tudja, hódításai nyomán vagy kiírt népeket, tehát gondoljunk a keltákra, Julius Cézár és a kelta világ, hát maga, ha hiteles az a napló, maga a Cézár írja le. Hány falut, várost, hány döbbenetes mészárlásokról van szó. Hát ez nem hadvezérített. Tehát ott vannak a sebek. Kitelepítenek népeket, helyükre más népeket telepítenek, és Attila szó szerint, Smolnár V. József is szokta mondani, végig vágott ostorával ezen a bűnös, önző, leépülő Európán. Tehát szó szerint Attila menti meg Európát a végső süllyedéstől. Azokat a népeket, akiknek még tudható, hogy hol van a hazájuk, visszatelepíti. Tehát elindulnak népmozgások, de nem a mai értelemben, hogy mindenki oda menjen, ahol nem a hazája van, hanem Attila mit mond? Mindenki a saját hazájába. Tehát egy sok, legalább fél ezer éves római birodalmi tevékenység révén egy össze-vissza kuszálódott néptörténetet Attila megpróbál rendezni. Történészek elmondják, olykor még politika határát súroló politológusok is, hogy az újkori Európa alapjait, az nem Nagy Károly fektette le, hát eleve valószínűleg nem is létezett Nagy Károly. Olyan módon, hanem Attila. Tehát bármennyire hihetetlen, ami van, ami jó volt, és azért sokáig jóról is be lehetett számolni, egy Attila által lefektetett alapokra épült. És ő a római birodalomnak nagy kegyelmet nem adott. Kis kegyelmet viszont adott. Ki volt az ellenfele? Adva van ez az Aécius, adva van Teodorik, Vizigót király, tehát a nyugati gótoknak a királya, akkor adva van az ő fia, és amit nem nagyon lehet első pillanatban kapizsgálni, egy Zangi Bán nevezetű alán fejedelem. Mit keres a túloldalon? Hát az alán nép, gondolj, Kaukázus térségére teszik a hazák, krónikáink is megemlítik. Kiderül, hogy a rómaiak telepítették oda, már az apja nemzedékét, miért? Egy legyőzés után, hogy saját hazájuktól mondjuk 1000 kilométeres távolságban egy új helyen határőri szerepet lássanak el. És már Orlán ostrománál, amit az alán világ volt, hát Attilának átadják. Jön a következő történész, Orlánt el se foglalta Attila. Jön a másik történész, Orlánt elfoglalta. És kinek hívja? 20 rangú kérdés. A lényeg az, hogy van hadjárat, elfoglalja és rendezi a népeknek a státuszát. Az, hogy a csata döntetlen volt, mert amikor valaki nagyon kegyes, a Gárdonyi Géza láthatatlan ember utószavában érdemes elolvasni, nagyon beleásta magát, ahogy mondani szokták. Tehát érdekes módon Szent Margittal Gárdonyi nem tudott mit kezdeni. Ő maga írja le, elolvasta Szent Margit legendáját, borzalmak, borzalmai, elszörnyűködött, miért írt róla regényt.
De ez nem neki való volt. Megint elgondolom, érzékeljük Szent Istváni térítés. Nem tud megérteni dolgokat. Egri csillagok már nem ebben a témakörben mozog, megint zseniális. Na de a legzseniálisabb a láthatatlan ember. Ott szinte egy-két apróságot leszámítva, meg Árdonyos korának embere mindannyian, minden a helyén van. És a végén ad egy ilyen kis tudományos összegzést. Hát ugyan már, hogy veszíthetett volna, vagy hogy lehetett volna döntetlen? Hát Attila ott marad a csatatéren, gondolom tudjuk, még napokig. Na most nem Attila vonul el éjszaka, hanem első éjszaka, az első nagy összecsapás után, mert Teodorik a vizigótok királya meghal, mit csinál a fia, és mit csinál a úgynevezett balszár a seregen, szépen elvonulnak az éjszaka leple alatt. Ott marad a Aécius. Akkor hogy győzhetett volna? Aztán ő is kereket volt. Tehát Attilának ma is ott kellene a katalóni csatamezőn állomásozni, hogy a világ elfogadja, hogy ő győzött. Ráadásul a következő évben már Itáliába hadjáratot vezet. Ugyanabban az évben, még előtte, Katalonon után, elmegy Türingiába, Eisenachba, udvar tartása van. Hát ez aztán majd Szent Erzsébetnek lesz a távoli hazája, tehát erről a Türingiáról van szó, és a Türingek, tehát Türingia, és ha valaki történetesen tényleg múzeumokat felkeres Nyugat-Európába, azért érdemes megnézni. Nem, az ember nem akarja elhinni. Mai Németország területén, hát kiderül, ez megint ez az idő problémához tartozik. Végig szkíta hun emlékekkel találkozunk, de végig. Na most ez majd Erzsébet, Szent Erzsébet II. András korában kérdés, hogy II. András miért adja lányát a türingiai fejedelem fiához. Kik ezek? És kiderül, hogy bizony ezek maradvány népek. Na de milyen korból, milyen népből? Ha én azt mondom, hogy Tirrén tenger, hol van ez? Hát ez az etruszkoknak a neve. Az etruszkok pedig szkíta népek voltak. Tehát nem véletlenül ott tartja majd a katalóni csata után, hiszen gondoljuk végig, vissza akárhol volt a csata, azért ezen nem fog útba esni. Ha nekem lóhalálába kell menekülni, ja, mert döntetlen volt, ja, de nézem az eredmény, még vereséget is szenvedtünk. Akárhol volt, egy kicsit felfelé kell menni és középre. Egyébként mai Németország kellős közepén van. Érdekességképp a kellős közepén. Nem is tudom, hogy lehetne más lakott helyet ilyen jól kijelölni. És kihirdeti, hogy ő a világ ura. Na nyilván ez a nyugati világra vonatkozik. És a mi fájdalmunk az, és ebben egyet lehet érteni a kritikus észjárásnak vagy elmének, csak mindig elfelejtjük, hogy ezek a krónikák maradtak meg. És emlékezzünk a kaukázusi téma okán. 14. század, Kaukázus, pápai levél, Bendefi László révén Vatikánban, tehát aki keres, az talál. Mi az első, amit talál? Egy olyan levél, ahol római pápa beszél arról, közben Károly Róbert idején vagyunk, hogy van egy Magyarország, a Kaukázusban. Ennek a Magyarországnak a királya, hát úgy próbálják hangzósítani, most legyen Jeretán, sok hangzósítás van, magyar királyok véréből származó magyar katolikus király. Gondoljuk végig. És ez nem Magna Hungária, egy másik Magyarország, és sikerült összeszámolni Szent István és Mátyás király között, 5 Magyarország van tőlünk keletre. Miért nem ezzel foglalkozunk? Most az, hogy az ember kérdez, nem azért kérdez, ez egy ilyen visszakér, magamtól kérdezem. Tehát döbbenetes hagyatékkal rendelkezünk. Hihetem, 5 Magyarország. Ebből egyik a Magna Hungária, másik Kaukázuson innen és túl ez már 3, és még van 2. És Mátyás, ezt leírja Bonfini egyébként, élete utolsó éveiben azt a tervet dolgozta ki, hogy a keleten lévő magyarokat, azokat hazahívja, vagy idehívja.
sírja Bonfini, a halála akadályozta meg őt ebben. Tehát a kérdés ezzel, mit akarok erre kilukadni, hogy tényleg olyan, mintha a krónikás világunk csak nyugat felé tájékozódna, pedig nem. Nyugaton, tehát azt a mentalitást kell gyógyítani. Hát beszélnek kumánokról, beszélnek besenyőkről, beszélnek alánokról, ez nem keleten van, csak észre se vesszük. Csak mivel Attilának itt Európa kellős közepén mi volt az egyik legnagyobb feladata? Hát nincs több nagy világbirodalom, Kína vajódik. És állnak az úgynevezett keleti hun szkíta birodalmak. A római birodalom volt annak a kornak a rákfenéje. Hát akkor miről írjon a krónika? És ez miért meghökkentő tétel? Mert majd lesz római kereszténység. És lesz római anyaszentegyház, ez vitathatatlan, és ehhez képest mi a magyar katolikus anyaszentegyház? És mit csinál Attila király Róma falai alatt? Tehát azért meg lehet találni a magvas, hogy úgy mondjam, okokat. A következő tétel Aquilea ostroma. Hát Aquilea ostroma, tehát ahogy jeleztem, és a képes krónika döbbenetes egy. Ha lehet ilyen patetikus kifejezéssel élni. Képes krónika tel is tele van csata jelenetekkel. Mindenhol omlik a vér, ha az mondjuk véres csata. Egy helyen nincs. Vérnek nyoma. Nézzük meg. Üldözés van. És mi ez az Aquilea? A. Egy makett. Ezt tudjuk, ezt mondják papírtigrisnek. Hát Attila, ha te azt hiszed, hogy ez az üres csigaház vagy, na ezzel kell leszámolni. Tehát a világ Attiláról kialakított egy képet. Mi van benne? Nincs benne semmi. Tehát Attilának tényleg saját magát kell legyőznie. És ez azért szó szerint beavatási ügy. Hát aki nem tudja, hogy a legnagyobb győzelem önmagunk legyőzés, az tényleg egy tökéletes ember. Mert esetleg előfordulhat, hogy valaki nem érti, és sokáig nem értettem egyébként, most kezdi az ember kapiskálni. Hát tele vagyunk kidolgozatlan tulajdonságokkal. Tele vagyunk olyan tettekkel, amik reflex alapján teszünk, nem meggondolás alapján. Minél öregebb valaki, annál jobban be van járatva az én képe. Na de hiteles ez? Valóban ez vagyok? Tehát gondoljuk végig. Delfoi Jósda bejáratánál volt állítólag fölírva, ismerd meg önmagad. És azért Jézus végig erről beszél, hogy nehogy azt higgyük, hogy itt nincs ilyen tanítás. Hát hányszor mondja, én bennetek, ti én benne, és mindannyian az atyában. Tehát van egy felszínes én, ami a halálunkkal megsemmisül. Miért? Mert az érzékszerveink viszfényeként jelenik meg. De kik vagyunk, akik valóban vagyunk, aki mögötte és fölötte van. És mindenkinek az életébe eljön ez a bizonyos szembenézés. Következő tétel még visszautal Katalónumra, de Bonfinitől idézek. Hát ezért jeleztem, hogy Bonfininek az a része az olyan, hogy jó, tudjuk. Tehát nem azért szoktuk dicsérni. Viszont leírja, és ezt nem ő találta ki, majd látni fogjuk, hogy miért. Mátyás király uralkodásának utolsó éveiben vagyunk, amikor Bonfini itt tevékenykedik és dolgozik. Az utolsó pár évben jön. Meghökkentő, hogy milyen keveset tölt együtt Mátyással, és ahhoz képest nézzük meg, hogy több mint 1000 oldalas krónikát ír, és abból hát pár száz az Mátyás korával foglalkozik, tehát a korra magával. És nagyon sok mindent ő maga írja, hát ezt a király mondta nekem. Ezt attól a főembertől hallottam. Tehát Attila király a katalonumi csata előtt beszédet tart. Azért gondolom érzékek, nem mindegy, hogy egy krónikás Attila szájába milyen mondatokat fog adni. Hát szemelvén. A római nép már eleget uraskodott. Hát ezben még semmi fájintos nincsen, mert ilyet lehet mondani. Eleget csúfolta a világ összes nemzetét. Na így már egészen más a helyzet.
Tehát a római nép romlást hozott a világra, a világ népeire. Egyébként, ha valaki Hannibál korával foglalkozik, bárhova elmegy. Tehát jártunk annak idején Szíriában, éppen Palmürában, hát ahol egy Zenóbia nevezetű királyné uralkodott, és éppen a manikeus vallás, bármennyire értem, manikeus keresztény vallást vette fel, és a római császárral hadba került. Hát lényeg az, hogy nem ő győzedelmeskedett. És Csontváry minden írásába említi. Pedig Attila és Zenóbia nem voltak kortársak, hanem Attila még ezen is bosszút áll. Tehát az a pökhendi arrogancia, ahol például egy császár, egy római császár elbánt ezekkel az úgymond felkelőkkel és lázadókkal. Majd Attila jön erkölcsi elégtételt venni. És ezért elég egy mondatba ezt jelezni, hogy eleget csúfolta a világ összes nemzetét, és bárhol járunk egyébként, Marokkótól, Egyiptomon keresztül, Szíriába, hát könnyű ilyet mondani, de tényleg így van. A római birodalom ideje alatt minden benszülött helyi nép nem szerette a római birodalmat. Tehát agyon van túlozva, hogy ez milyen. Mindent összemosott, mindent egybekent, magyarul mit csinálnak? Globalizálnak. Tehát ez egy globalizációs civilizáció. Múltat eltörölni, értékeket, minőséget kiegyenlíteni. És hát az, hogy ez Bonfini írja le, ez külön öröm egyébként. Mármint Attila szájába adva. Elég sokáig ült az emberiség nyakán, és ha Szkítia a nemzetek termékeny bölcsője. Tehát Szkítia szó szerint a népek szülőhazája. Tehát újrajelzem, ezért van az, hogy szegről végről Indiától gyakorlatilag Skóciáig hát rokonokat fogunk találni. Miért? Mert úgy néz ki, hogy van egy ős bölcsője az emberiségnek, és ezt nem Egyiptomnak nevezték, hanem még 500 évvel ezelőtti Szkítiát tartották az emberiség ős bölcsőjének. Tehát Szkítia a nemzetek termékeny bölcsője vissza nem veti, e szegény világ még mindig hatalmaskodó zsarnokság alatt szenvedne. Keleten, ami nemes sarjadékunk, a pártus fékezte meg először dühét és merészségét. Kire hivatkozik Attila? A pártusokra. Na, ezt gondolom megint érzékeljük ezt a nagyon érdekes tétet. Nem újkori felfedezésről van szó, hanem a magyar mindig számon tartotta, hogy a pártus Mezopotámiában rokonnép, testvérnép, egytőről fakadtunk. Olyannyira, és ez Badinyi Jós Ferencnek tényleges érdeme, de tudni kell azt, tehát megint nem ellene mondva, hogy magyar történész is leírta egy történelmi folyóiratba a 60-as évekbe. Ez pedig mit jelent? Megnézték, hogy Attila és mondjuk Szent István között, vagyis Árpád és Szent István közötti időközben népek, tehát perzsa, arab és nyugati népek forrásai milyen népnéven nevezik meg a magyart. És többenetes a tétel. Persze, hogy szkítának, hunnak, magyarnak, ehhez képest leggyakrabban pártusnak. Történelmi tét. És Badinyi is leírja, tehát lehet onnan is tudni, és ami meglepő, a hivatalos történet. Hát nyilván ez a történész több ilyen tanulmányt nem írt, mert semmi másról nem, egy táblázatba összegyűjtötték. Hát ismerjük ezeket a táblázatokat. Tehát népnevek, rólunk, hol, mi szerepel, és leggyakrabban mondjuk 10 esetből több, mint 5-ször, tehát legalább ilyen túlsúlyban pártus a leggyakoribb megnevezés. Tehát pártus fékezte meg először dühét, és hát ez a híres Karelyi csata volt, nem tudom, hogy ki tudja felidézni. Ez egy hatalmas győzelem volt. Utána Augustus Cézár jelenti ki, hogy jobb, hogyha maradtok, folyót átlépni szigorúan tilos, tehát szinte rendeletbe adja, hogy keletre már nem lehet menni. Törjétek le fegyveretekkel a szolgaság igáját a népek nyakáról, szabadítsátok fel az elnyomott világot, keressétek a dicsőséget és a halhatatlanságot,
megemlékezve a szkíták virtusáról. Na most, ha ennek a beszédnek volt valóban történelmi alapja, már pedig biztos, hogy volt, mert Attila király után második Attila udvarában, Mátyás udvarában jegyzi fel Bonfini. Tehát egész biztos, hogy a szájhagyomány, hanem az írásos is, tehát valahonnan Bonfini merített. És a lényeg elhangzik. És most képzeljük el, hogy ez még a becsületes történetíró, bár nem szereti Attilát, ahol lehet belevág, na de nincs hitele, miért? Teljesen mindegy, hogy mit mond, ha már egy ilyen beszéd elhangzik. És nem írja Bonfini oda, hogy Attila tévedett, hanem elfogadja, hogy itt ténylegesen a római birodalom elfajzásának megszüntetését próbálják megvalósítani. Kezdődik az utolsó nagy menet, ez pedig a lengyel-magyar krónika. Attila Róma falai alatt, hát biztos lesz itt egy ilyen kép. Igen, van, emlékezzünk vissza, a képes krónika, tehát ő is megörökíti, a földön áll Leó pápa, fehér lovon ül Attila, és fent a magasban megjelenik egy emberszerű angyal, kivont karddal, és egyedül Attila az, aki az égbe néz, és az angyalt látja, és az üzenetet meghallja. Na, szegény könyv, eddig olyan jó és új volt, és szinte a rohomosak voltak a lapjai. Krónikon, Varsóvienze, ez Papp Gábor fordítása egyébként, Attila király győzelméről. Az egész világot bejárni szándékozván, a római birodalmat magáévá tenni vágyván, seregét Róma ellen vezeti. Még nem eltökélt lélekkel, szándékkal nekikészülődvén, oda is érkezik. Az éjszaka első szakaszában, azután, amikor sátrában nyugodott vala, látásában szent angyal jelenik meg neki szólván. Nos megint, akkor melyik a hiteles? Attila a sátrában van, és úgy jelenik meg az angyal, vagy lóháton ül, és tárgyal, nem mindegy, megjelent az angyal. Tehát, hogy mondjam csak, a történelmi, tehát a kor, ennek a kornak a történelmi szemléletébe nem a baloldali agyféltek és precizitás tartozik bele, hanem mind a két agyféltekének harmonikus működése és a lényeg kiemelése. Mert ha én azt akarom hangsúlyozni, hogy Attila visszavonult és magányban van, akkor a sátrában fog az angyal megjelenni. Ha azt akarom hangsúlyozni, hogy a tárgyalások hevületében, amikor már nem tud e világi szinten horizontálisan tájékozódni, és az egyetlen a korban, aki fölnéz az égre, akkor hogy fogom megidézni? Akkor úgy, hogy a képes krónika megfesti. Tehát szokjunk hozzá, hogy mindegyik lehet hiteles, ha ott van a tengely. Tehát mi az, amiben nem lehet csalatkozni? Az, hogy abban a pillanatban, abban a korban, hogy meg szokták fogalmazni, egyetlen egy ember nézett az égbe, és az Attila volt. És Isten az angyalát Attilához küldte. A többi már a nézőpontokra tartozik, és a tanítások kifejtésére vonatkozik. Hát ez körülbelül olyan, hogy 4 evangélium van, és vannak ugyanolyan esetleírások. És 4-en négyféleképpen különféle dolgokat kiemelve, és mindegyik hiteles a maga nemében, és a 4 egyik sem fogja kizárni a másikat. Tehát más a múltnak a logikája. Tehát nem szőrszál hasogatáson alapul, hogy most nagy csütörtökön vagy nagy pénteken koronáztak, hanem a lényegen fog alapulni. Tehát olvasom tovább. Szent angyal jelenik meg neki szólván. Az isteni felség Jézus Krisztus parancsolja néked. A Szentvárosba, Rómába, hol apostolaimnak teste nyugszik, kegyetlenséggel benetörj. Őtet fenyegetni nem erészeld, hanem majd annak idején megcselekszem, hogy egyik utódod magát megalázván felkeresi Rómát, és örökkévaló koronát nyerjen. És ez az örökkévaló korona, itt már rövidre lehet zárni, az bizony a Szent Korona. Az utód pedig Szent István király. Thierry Amadé, francia történész,
1864 következőt írja. Maga Isten jelenik meg személyesen a barbár. Most a barbár tudjuk, hogy mit jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt a nyelvet beszél. Tehát a görög nevezte barbárnak azt, aki nem görögül beszélt. Ma már a barbár azt jelenti, hogy barbár. Tehát amit gondol, semmi más nem jelenti, nem az én nyelvemmel beszél, tehát idegen nyelv. Tehát maga az Isten jelenik meg személyesen a barbár elhatározását megváltoztatni. Jézus Krisztus parancsolja az Isten ostorának, hogy tiszteletben tartsa azok csontjait, kik az ő helytartói voltak. Hát itt két apostol jön számításba, az egyik Szent Péter, a másik Szent Pál. Tudom, hogy az a hír járja, hogy Szent Péter nem volt Rómának a püspöke, akár el is lehet fogadni, mert Antiókiának volt a püspöke. Ezt mindenki tudja. Na de attól még nyugodtan vértanú halált hallhatott Rómában. És nyugodtan lehet ott a teste. Semmi nem fogja megakadályozni. Vagy oda kerülhetett. Hát gondoljunk arra, hogy hány olyan szent van, hogy ide itt született, ott halt meg, a teste pedig sok száz év óta egy teljesen más helyen van, vagy éppen a síremléke. Na de, olvasom megint csak tovább. Hogy tiszteletben tartsa azok csontjait, kik az ő helytartói voltak, és szófogadása jutalmául megígéri neki, hogy egyik utódja Szent Péter egyik utódjától, tehát nincs tévedés, a római pápa a Szent Péter utódja. Ezt ma többen elfelejtik. Tehát ott nem Jézus Krisztus széke van és küszöbe van, hanem Szent Péter. Tehát Szent Péterre lettek bízatva az Anyaszent Egyház kulcsai. Ő a szikla, akire építi az egyházat. De az egyház az egész keresztény katolikus egyház, tehát minden felekezetével, minden nyűgyével, bajával, ez keresztények nagyon nehezen érzékelik, mert mindenki azt tartja kereszténységnek, amelyik felekezetbe éppen beleszületett. Ezt gondolom tudjuk. Hát az unitárius azt fogja igazi kereszténynek tartani, amit az unitáriusok. A protestáns az, amit az protestáns. A római azt, ami a római. Na de a grúz? Hát ami a grúz Bibliában szerepel. Mert van grúz nyelvű. Az örmény meg ugyancsak a kopta koptot fogja tartani. És egy helyen lehetne ezt tisztán látni, hát Európa kellős közepéről még könnyen is lehetne tisztán látni. De tovább olvasom. Tehát Szent Péter egyik utódjától egykor oly kegyet nyerend, mely egész nemzetére ki fog terjedni. E nagy alkú egy angyal közbenjárása által megy végbe, és az ember lelki szemei előtt századok távolában feltűnik a magyarok kereszténységre térése, megtérése, Szent István, Szilveszter, ő is mondja a leckét fel, de zseniálisan megérzett valamit. Nem Szent Istvánnál van a kulcs, hanem Attilánál. Thierry Amadé, francia történész. És Magyarország szent koronája. Tehát nehogy azt higgyük, hogy mi utalunk a szent koronára. Hát mindenki tudja, hogy itt a szent korona ígértetik meg. Angyali korona, szent csillag. Tehát Attila kap egy ígéretet, ami konkrétan a szent korona ígéretét jelenti. Ez az igazi hagyomány, úgy, mint Szent István halála után csak hamar fogalmazva lőn. Mi különbség ez az igazán hősköltéményi ihletettség és az olaszországi legenda durva képzelődései közt? Hát én az előzmény nem olvastam. Az olaszországi durva képzelődés az, ami nálunk ma hivatalos tanács. Tehát megint egy francia történész figyelmeztet bennünket, hogy gondolkozzunk már. Újra elmondom, Attila a kulcs szereplő. És hát a legutolsó, amikor ő meghal, azért felidézem ezt a képet, hogyha már így sikerült megtalálni, mert nagyon egy gondolatmenetbe tartozik. Hát ez az utolsó kép, itt a kisebb kép, ami így el van törölve. Emlékezzünk vissza a képes krónika eladáson ez vetítve lett,
Hát ott fekszik Attila Rexuxora túl, tehát Attila menyegzője, ott fekszik az ágyban, átlóra íródik rá az ágy, tényleg ketten vannak, így is közelről lehet látni, az egyik tényleg Attila, tényleg elered az orravére, problémát mi okozza? Az ágy mögött felsorakozó urak látványa. Ugyanis, hát én nem tudom megszámolni, de 4-5 főúr, vagy papi személy, ez nem keresztény egyházi személy, hát akárkik nem lehetnek ott. És az egyik minden jel szerint egy lepedőt áttart az ágyon. Na most a számítógépes vizsgálatok bebizonyították, vagy kiderítették, hogy ezen a lepedőn tényleg testlenyomat van. Na most ez a lepedő, hát gondoljuk végig, ott fekszenek ketten, ágy mögött állnak sokan, és átlógatnak az ágyon egy lepedőt. Hát ez akkor ismerte ám a torinói halotti leplet. Csak mi nem tudjuk, hogy ez milyen direkt utalás a torinói halotti lepelre. Mert ennek a lepedőnek egyetlen egy analógiája van a képes krónika lepedőjének. A torinói halotti lepel. Ott viszont kinek a testlenyomata van, ha tényleg az van. Hagyomány úgy tartja, Váltig úgy tartja, hogy az bizony Jézus Krisztusé. Tehát akár elfogadjuk, akár nem, ez egy döbbenetes tétel. Hát egy teljesen más Attila kép rajzolódik ki, amit nekünk nem kell magyarázni. Hanem jön a következő, Jordanes. Hát elterjedt, hogy Attilát meggyilkolták, hazai körben is egy nagyon érdekes koncepció, de ezért tényleg gondoljuk végig, adva van a világura, ez Attila. Adva van, most ne a képes krónikából írjunk ki, induljunk el, a germán mitológia, amit átvette a közvélemény is. Hogy Attila feleségül vesz, na már ilyen, már tényleg csak germán, már elnézést kérek. Szóval ez tényleg olyan észjárás, el nem lehet képzelni. Úgymond kiírtja annak a nőszemélynek a családját, majd a szép hajadot pedig feleségül veszi. És belefekszik a karjai közé. És csodálkozik, hogy meg van gyilkolva. Most azért, ha ez tényleg Attila, akkor itt óriási probléma van. Hát aki a saját ilyen szinten nem tud tájékozódni, az hogy akar népeket, világokat irányítani és kormányozni? Tehát megint olyan letesszük a mércét, hogy még arra sem gondolunk, hogy még mi sem viselkednénk így. Hát azért minden nép, hallottunk gondolom arról, hogy vérbosszú. Tehát családtagokat kötelez a bosszúállás. Attila nem tudja. Vagy így akarja jóvá tenni. És azért van olyan germán hagyomány, hallottuk. Ilyen igaz ember, ilyen igazságos, soha párja nem lesz a világon. Tehát megint különböző hagyományok, kusza szövevénye, és persze, hogy mi a jót keressük, miért? Mert Attila király nemzetségének nevezik azt a nemzetséget, ahol a jó évezredes nagyságrendben működik. És a magyar népet ma is úgy tartják számon, hogy Attila király népe. Nem úgy, hogy Szent István népe, Attila király népe. Tehát egy tágabb környezetbe, Atlanti-óceántól Csendes-óceánig, ahol rokonokra, ellenfelekre, ellenségekre, barátokra lelünk, mindenhol úgy nyitnak, ti hunok vagytok, és mi a következő nép? Attila. És itt dől el a kapcsolat, hogy ő Attilát tulajdonképpen milyen szintre fogja fölemelni. Na most Jordanes írja a következőket, a gótok krónikása, hát vagy másfél évszázaddal vagyunk túl az események után. Na most ő tényleg gót. Tényleg nem szereti Attilát, tényleg írhatna bármit, és kiderül, ami a képes krónikából is kiderül, hát ott is. Ott vannak az őrzők, az ajtónálok, és mi történik? Mindenki odajön Attila testéhez. És ne felejtsük el, akkor olyan embereket is odaengednek, akik látó emberek. Történetesen mondjuk táltosok. És egy nem is kell táltosnak lenni egyébként. Pillanat alatt el lehet dönteni, ezt meggyilkolták, vagy természetes halállal halt meg. És mit állapítanak meg? Természetes halállal halt meg. Idézem Jordanest.
Hát ha valaki ragaszkodik a gyilkosság, nyugodtan ragaszkodhat, semmi probléma nincsen, más utakon járunk. Tehát idézem. Attila a hunok dicső királya, a leghatalmasabb népek ura, aki hallatlan hatalommal egymaga bírta a szkíta és germán országokat. Rémületben tartotta Róma mindkét birodalmát városainak elfoglalásával. És amikor azok könyörögtek neki, ő kegyelemmel élve csak évi adót fogadott el. Még az ellenfelei is elismerik azt, hogy Attila kegyelmet gyakorolt. Tehát nem bosszúállást gyakorolta, hanem a kegyelmet. Miután mindezeket szerencsésen véghez vitte, nem ellenségesebbtől, nem övéi tőre által, hanem dicsősége háborítatlansága népe szeretetének közepette, boldogan, fájdalom nélkül hunyt el. Na ezt írjuk. Hozzá szoktunk, tényleg van egy ilyen, mert a több példa ezt mutatja, hogy szinte minden nagyunk egy idő után, gondoljunk Zrínyi Miklósra, de azért nem kötelező. Tehát Attila elvégzi a feladatát, és boldogan hal meg. Nos, ez tényleg nagyon ritka a mai világban, főleg, hogyha régen volt. Ki mondaná hát halálnak ezt, ha senkinek nem kell érte bosszút állnia? Ennyi. Tehát kivélni a halálnak. Következő. Koporsóját először arannyal, majd ezüsttel, végül vassal borították be. Ezzel jelezték, hogy a leghatalmasabb uralkodónak minden ki jár. A vas, mert népeket győzött le. Az arany és ezüst, mert mindkét birodalom ékességeit elnyerte. A mindkét birodalom az a kelet-római és a nyugat-római birodalom ékességeit elnyerte. Hát itt érkezünk a legvégére, hogy mit jelent a vaskoporsó, az ezüstkoporsó, az aranykoporsó, és hát maga a hármas koporsó. Hát sokáig az ember arra gondolt, hogy hármas koporsó a legendák, mondák világába tartozik, és nyilván hiteltelen. Még egyszer csak a 20-as években Tébából, annak is a túlsó oldaláról, királysírok völgyéből előkerül egy érintetlen fáraó sír. Fiatal fáraó. S hány koporsó van? Három koporsó. Tehát létezik a hármas koporsó. Na igen, nem, tehát az egyiptomi példa. Na de jön a folytatás, remélem meg fogom találni. Ha nem, akkor is, tehát lehet ezt amúgy is idézni. Lényeg az, hogy belső Ázsián túl Kínában Jézus születése előtt egy évszázadban Tájnak nevezett. Tehát maga a helyszín, ez nem a helyet jelenti, hanem a dinasztiát, annak az egyik kiemelt méltóságú tagja, megtalálták a sírt, hármas koporsó. Ecsedi Ildikó, sinológus, ő külön tanulmányt írt arról, hogy belső Ázsiában, hát ő sinológus, tehát Kínával foglalkozott elsősorban, hogy tulajdonképpen a hármas koporsónak a hagyományköre. És kiderül, hogy tényleg van ilyen. És gondoljuk végig, régészetileg egyet Egyiptomban már kapásból lehet igazolni, és lehet mondjuk, ha más nem egyet népszerűsítő keleti történelmi munkákban, már ez a bizonyos Jézus születése előtt egy évszázad. És bizony ott van a három koporsó. Tehát három koporsó van egybetéve. Na most kérdés. Szellem, lélek, test hármassága mond-e valamit? Tehát adva van, most konkrétan Attilára vonatkoztatva, képes krónika egyébként teljesen másról beszél. Azt mondja, hogy eltemették az országúton, országút, megemeljük a szempontot, és a kérdés. Van-e az égen egy olyan kozmikus alakzat, aminek mind a mai napig országút a neve? Hát ez a tejnek az útja, Attilának a neve Etele, Etel, étel-ital változatokban, bizony eljutunk a teljig is, tehát ő a teljesség képviselője,
És ha Priscus rétor írja, hogy Attila még csak amikor az étkezésre sor került, nem ezüst és aranyételekbe hordták fel neki az ételt, hanem egyszerű fatálba és fakupába. Tehát az étel és az ital az a fához volt kötve. Na most a fa az a quinta essenciának, az ötödik elemnek Ázsiától Kárpát-medencéig az ősi képjele. Tehát ő gyakorlatilag szó szerint étel-éter, tehát egy éterikus szint az, ami az ő táplálékát adta. De maga ez a hármasság, például, hogy akkor melyik változat az igaz? Hát nagyon egyszerű az eset, mert elmondja, hogy eltemették Béla, Keve, Kadosa, kapitányok mellé. Na most, hány kapitányról van szó? Béla, Keve, Kadosa. Tehát a Kadosa az a hatása. A Béla bele az a bele. A Keve pedig a heve adott esetben. És az út, a tejútnak három képjele van az egyetemes emberi művelődés történetben. Az egyik az a fa. Miért? Főleg nyáron látjuk így. Mert az ég volt tetején két ágra válik szét, és ágadzik, bogadzik. Most mi az, ami ágadzik, bogadzik? Hát nyilván a fa lesz a képjele. Na de útról van szó, hát az is tud ágadzani, bogadzani és szétválni. És a másik pedig, a harmadik pedig a folyó. Tehát az egyik ezt az arculatát hangsúlyozza ugyanannak, a másik pedig a másik arculatát hangsúlyozza ugyanannak. Mert ha folyóba temetik, és csak a Kárpát-medencei folyók között a Maros, végig a Maros mentén. Hol van Attila eltemetve? Hát itt a Maros folyó medrébe. Na de ha Tisza mentén megyünk, hát nem tudta. Hát magik nem tudják. Jó, hát mondjuk székelyek mondanak, magik nem tudták. Hát a Tisza és a Duna? Hát gyakorlatilag majdnem minden folyó. Miért? Mert mit jelent a neve a török nép? Ez nem azt jelenti, hogy ő törökül beszélt, hanem eleve az étel és ital a név változata. Tehát az ital már eleve folyékony, az étel pedig a teljesség mindennapi tápláléka. Ugyanannak a minőségnek a folyékonyabb, hullámzó természetű és a szilárdabb, tehát nem folyamatra, hanem állapotra utaló természete. És ha folyó mederbe temetkezik, akkor ez hol temetkezett? Csak maga magába temetkezett el. És ezért nem lehet megtalálni a sírját. Ezért bármikor bárki talál valamit, mit mond Attila király sírját, hányszor találták már meg, tehát valami nagyobb kincs kerül elő, az mindig Attila királyé lesz. És ez az igazi művészet, úgy elrejteni egy sírt, számolni azzal, ezt még a táltosoknak sem lehet tudni, hogy hol van. Miért? Mert hát, ha megbicsaklik a koma. Hát, ha elfelejti, hogy ő rá mi lett. Tehát ilyen nincsen. Tehát ameddig ő úgy döntött, hogy nem látható, addig nem látható. Nincs megtalálás. Abban a pillanatban, egyébként Tutankhamon fáraó sírja is hasonló, már keresték vagy 50 éve. Úgy döntöttek, hogy nincs is ilyen fáraó. Gondoljuk végig. Már minden sírhelyet megnéztek, érintetlen sírt a tébai királysírok völgyében nem találtak, és egyszer csak ez a Carter lehajol, elővesz egy cserepet ugye a földről, hát egy sivatagi környezetre gondoljunk, kinek a neve van rajta? Tutankhamon fáraó. Majd megint egy pár évig keresgélnek, egyszer csak egy lépcsőbe botlanak bele. Hát azért gondolom, érzékelünk valamit. Ha eljön valaminek az ideje, akkor rá fogunk találni. Amíg nincs itt az ideje, addig viszont nyilván a gondolat azt szeretné minél hamarabb megtalálni. Tehát adva van a vas, ami a Mars bolygónak a fémje. Adva van az ezüst, ami a holdnak a féme, adva van a nap, ami már mint az arany, ami a napnak a féme. Tehát tulajdonképpen a fémeken keresztül három fényforráshoz jutunk el. Az egyik az a Mars, egy hétbolygó rendszeren belül, a másik az a hold,
a harmadik pedig a nap. Na most bármennyire hihetetlen, egyszerűen egyszerű a tétel. Ez a három bolygó milyen égi-földi eseménynél kell, hogy jellegadó legyen? Egyetlen egy ilyen esemény van, a húsvéti feltámadás. Vajon miért? Hát segítek. Indul a tavaszi napi egyenlőséggel a kos hava. A kosban a Mars van uralomban. A Marsnak a féme az a vas. Na ezzel nem megyünk sokra, de tavaszi napi egyenlőséget követő teli hold, utáni vasárnap, na ez a húsvét vasárnap. És a kosban pedig a nap erőben van. Tehát Attila úgymond hármas koporsója, az viszonylag egy természeti ritmust követve minden tavasszal megnyílik, amikor feltámad a természet. Miért? Mert ő az étel, ő az ital, ő a teljesség, és az utolsó vacsora asztalánál gyűlnek össze, akkor mit mond Jézus? Nézzétek azt, az én vérem bizony ital, az én testem bizony étel, más helyen pedig mit mond, aki nem eszi a testemet és nem issza a véremet, az nem üdvözül. Nyilván ez így direkt nem fog elvezetni Attilához, de mégiscsak halálról van szó, hármas koporsó esetében, és a három fém az mégiscsak három bolygónak a féme, és ez így együtt mégiscsak a tavaszi feltámadásnál játszik szerepet. Miért? Mert a világvilágossága támad fel. Tehát minden jel szerint a belső koporsó az az arany. Hát lehet tudni, hogy miért, mert fémek közül az arany az egy nagyon lágy puha fém, az nem nagy tartó erővel rendelkezik. A középső az a hold, és mi lehet a külső foglalat, a borító, az bizony a vas. Hát köszönöm, megint próbáltam előbb, 3:49, által 9-re úgy el kell hagyni itt a körzetet, mint hogyha nem is lettünk volna itt. Köszönöm szépen a figyelmet.